Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Jó reggelt, szevasztok, 3 perc múlva lesz 4:07, Vadon János, egyfő Rákóczi Ferenc, egyfő. Sziasztok! Szevasztok, Sebestyén Balázs, szintén egyfő, de ő most nincs itt. Így van, semmiféle hírünk nincsen róla, nyilván jól sikerül a sielés, jól érzi magát kint valószínűleg, ha most kézinálva jár ki vécére, mert olyan izomláza van a combjaiban, a lovagló izmaiban, hogy ihaj-csuhaj, majd hétfőn elmeséli nekünk, hogy sikerült ez a kis kirándulás az osztrák havas lejtőkre. Így van, mi átveszük az ajándékokat, amiket mindig szokott hozni, és hát fergeteges parti lesz majd. Így van. Főn is. Nem mondjuk, hogy nagyon bánjuk azt, hogy nincsen ő most itt, és ezt bocsássa meg nekik mindenki, mivel a ma játszik egymással Rafael Nadal és Roger Federer, ugye az Australian Open-en, és hát ha ők játszanak ketten egymással, akkor az azt jelenteni, ha hát, itt lenne Balázs, hogy gyakorlatilag máshol se hallunk, csak arról, hogy mekkora meccs, meg hogy az évszázad meccse, illetve azért nem az évszázad, de minden esetre az év meccsének számít, mert hogy Rozsi nagyon jó állapotban van mostanában, nagyobb fejű ütővel is játszik, hogy végre el tudja találni azt a nyomorult labdát, igen, amilyen ütő egyébként Balázsnak is van, mert ugye hát vásárolt magának, mert ő is abban hisz, hogy minél inkább hasonlít a sportfelszereléshez, az idójait sportfelszereléshez, annál jobban játszol te is, de hát ez nem így van. Meg jó, de tényleg jobb vagy. Jobb vagy, és nagyobb a sport teljesítmény, és tovább meg a sport értéked is. Tehát kikérem magamnak azt, hogy egyesek dorkóban és régi melegítőben sportolnak. Nagyon csúnya dolog, gyerekek. Tehát, ha például én olyan is akkora cipőben játszanék, kosaraznék, mint Shaquille O'Neal, akkor nekem is bemenni a 3 pontosok? Menne, igen, cipő, csak a cipő maradna a lábadról valószínűleg. Na, szóval ennyit a sportról, legalább nem fogjuk el pukkantani az eredményeket, tehát aki mondjuk most felveszi ezt a mérkőzést, és szeretné este megnézni, az nyugodtan megteheti. Fél 10 tájban fognak egyébként pályára lépni. Igen, akkor kezdenek. Uh-huh. Hát akkor ez annyira nem is érint bennünket. Hála Istennek. Viszont ami érint, már reggel óta, sőt, tegnap este óta a híradók, a rádiók, az újságok mindannyian szajkózzák, hogy mindannyian be fogunk szorulni a hó alá. Ja. Ne legyen így. Ne legyen így. Itt az szokott történni ilyenkor, ugye nyilván a tavalyi események kicsit befolyásolják a média nagyszerű munkásait, ezért most mindenki elkezdi üvölteni, hogy hó, megfagyunk, jegesedés, odaszorulsz, vigyél takarót, meleg teát, legyen plusz benzined és szállját másik autóba. Azért mondom, mert már jöttek információk, Zalaegerszeg környékén néhány órája intenzíven havazik, ma tényleg igaz a mondás, lassan jár, tovább érsz, nyári gumikkal senkinek kísérletezzen, Tomi, tehát ide igaz Zalaegerszegre és környékére. Azt nem tudjuk, hogy mekkora hó esett még, ha valaki kiszalad Zalaegerszeg mellett és lemérné ezt, akkor nagyon szépen köszönnénk. Én a Kékestetőnek a webcamjét azt meg fogom nézni, azt mindig beszoktam izzítani ilyenkor, hogy megnézem, hogy milyen helyzet a nagy lejtőn, hogy van olyan, ott már hó, de ez egyelőre nem fog kiderülni, mert ugye nincsen kivilágítva nagyon. Meg köd van. Hallottam reggel a rádióban, meg köd van. Meg mondjuk a Kékestetővel gyakorlatilag én el vagyok, tehát ott legyen hó, ugye ott viszonylag kevés embert zavar, hogyha a Kékestető. Igen, ha oda mész, akkor így számítasz rá. Sőt, akkor örülsz is, mert nyilván is ilyen mész. Aztán itt van Pécs, intenzív havazás, jól járhatóak az utak, tele a város, hókotrókkal a járdákat is szórják, kitartást és jó munkát kívánok nekik. Üt 200-as, gyönyörűek vagytok, tehát ez nagyon-nagyon szép dolog. Ma reggel is diadalmaskodott a MÁV, most a mozdony adta fel a harcot, Székesfehérvár-Budapest között, vidám 40 perc a következő vonatig, megint elkések, üdvlac. Egy kedves hallgatónk, és ilyen hasonló szépeket kívánok neki, azt üzeni nekem, hogy szia, Jani, mielőtt bejelentkezel, egyéb finom batyút. Egyéb te is batyút, és így áll D-vitamint, jó? Mert abból baj nem lehet. Sokat. Nézem egyébként a hétvégének az időjárását, és tényleg nagyon durva előjelzés, mert hogy akár mínusz 15 is lehet. Ez mondjuk az éjjeli hőmérséklet, és a legalacsonyabb, de akár mínusz 15 is lehet. Azért az már telecske. Az nagyon helyes, hiszen január van, tehát ne pánikoljunk be, tényleg okosan nyári gumiban ne induljál el, és akkor takaró, hólapát. 7 fok alatt már egyébként mindenkinek fel kellett tenni ezt a téli gumit. Én például úgy voltam el, hogy most egy kicsit sajnáltam is, mert mondom, kopik, már basszus, kopik. 10 fok, és így miért tett, hogy nem megint... Mondtam, hogy próbáljam meg, mint ezek, akik ilyen nagyon menők, két keréken gurulni, vagy ilyesmi. Monika, ne fékezz! Így van. Ne fékezz, Monika!
Motorfék, motorfék! Ne csináld ezt újabb 1000 milliméterben. Nem volt olcsó, basszus. Egyébként meg tényleg, hát ti föltettétek október közepén, gondolom, ugye? Vagy igen. Vagy október végén, november, december és gyakorlatilag a teljes január, tehát három... Már mintát nem látom, úgy lekop. Na, de ugye, a zsírúj gumi. Három hónapot mentetek úgy, hogy plusz 10 fokokban használtátok a téli gumit. Rettetesen felelőtlen viselkedés. Rettetesen felelőtlen, egy teljes szezont kioffoltál a téli guminál. Hát most mindegy, ez van. Na minden esetre készüljön fel mindenki, ha nem is a legrosszabb, de arra, hogy havazni fog, és szóljanak hátra a gyereknek a hátsülés, hogy ne tartsa belülről az ajtót, amikor majd egy néni vagy egy bácsi, akik idegenek, be akarnak szállni hozzájuk, mert nyilván kapunk majd egy ilyen SMS-t. Nem azért akarnak beszállni, hogy lenyújják a ritikült. Hanem mert át kell szállni másik autóba. Jó, de jöhet a hójelentés, tényleg kíváncsiak vagyunk rá. A déli országrész és délnyugat ide mondták azt, hogy nagyon-nagyon komoly havazás lesz majd. Ha most ti arra vagytok és látjátok, esetleg tudtok pontos adatot nekünk adni, akkor azt írjátok meg a 0676450000-as SMS számra. Várjuk szeretettel. Feri, te szoktál bojkotálni ilyen vendéglátóipari egységeket? Szoktam, persze. Van, na, ahova nem megyek. Vissza van egy kedvenc helyem el is, vagy volt egy kedvenc helyünk a BK-val. Ez benne a belvárosban van. Egy ilyen viszonylag elit helyen akadtunk rá, már hogy ott ilyen drága éttermek vannak, de egyszer arra sétálgattunk, és van egy ilyen picit lepukkant, kockásabroszos, háromasztalos kis helyecske, ahova imádtunk járni, mert nagyon jó fejek voltak, nagyon jó ételeket csináltak, csak a klasszikus, tehát volt csirkepaprikás, érted, volt zuzapörkölt. Igen, és ráadásul ez mondom egy olyan részen, ahol ilyen nagyon kisujjeltartós, tehát egy nagy tányér van picit összepiszkolva 6800-ért, ahogy szoktam mondani, tehát ilyen a környék, és ott van ez az utca közepén, ez az étterem. Ilyen óriás adagokkal, meg ilyesmi? Igen, rendes adagokkal, málna szörpel. Tudja forgatni a szívlapátot után. Így is van után, hiszen én óriás túrógombó. Óriás túrógombóc, nagyon finom, puha, könnyű túrógombóc, van málna szörp, ilyen. És nagyon sokszor jártunk oda, elmentünk, és a múltkor megint volt egy ilyen kettes, egy ilyen két emberes kis szabad délutánunk, a gyerekek a szociális intézményekben nevelődtek, vagy ők nevelték a hogy hívják okat, az óvónéniket, ez sose biztos nálunk, és elmentünk oda, és olyan csalódás volt a dolog, hogy egyszerűen nem is tudom elmondani, és el is mondtam a pincérnek. Na de várjál, milyen szempontból? Kaja szempontjából. Ennyire változott az ételnek a minősége? És igen? Nem érted, hogy miért. És mondtam is a pincének, hogy ne haragudj, én ide nem fog többet jönni, imádtunk benneteket, nagyon sokszor jártunk, hogyha éppen arra volt dolgunk, voltunk ott a gyerekekkel is, ők is imádták, és mondtam, hogy én értem, hogy pénzt kell keresni, csak nem biztos, hogy így, mert én például többet nem fogok ide jönni. De nekem van. Na és mi volt a reakció? Hát, hogy biztos csak, hogy ők nem változtattak semmit. Tehát nem harag, hogy hülye nem vagyok, egyrészt egy kicsit értek hozzá nagyon. Ezt csak nézd ezeket az ízelőbimbókat, öcsém. Nézd ilyen fejlettek, túl vannak mindenen, érted. Tehát nem vagyok hülye, tudom, hogy mekkora adag volt, és tudom, hogy milyen volt a kaja minősége. Tehát nem volt újra melegítve, az ízével mikróban a malac sült, érted? Szóval, hogy így mondtad, hogy haló, álljunk már meg, jók voltatok gyerekek. És valószínűleg elkapta a gépszi a helyet, mert nagyon sok külföldi bekerültek valamilyen külföldre szóló ajánlatba, és akkor, hogy ez ilyen milyen kedves. Ők úgyis csak egyszer jönnek. Ő is csak egyszer jön, jó, levesszük a lóvét róla. Igen, csak én meg nem megyek többször. Hát igen. Meg még szerintem sokan mások se. Na, abszolút érzed, hogy miért mondom ezt a dolgot. Nálam most két hely van ilyen fekete listán. Hát ugye mindenki tudja rólunk a vadonékról, ugye elsősorban Balázs jó voltából, hogy mi cukorba hempergünk, fekszünk, kelünk, abban mosdunk, azzal mosunk fogat is egyébként is, abban temetnek el majd minket. És hát van egy cukrászda most jelenleg, sőt nem is két cukrászda van jelenleg, akik nálam fekete listára kerültek, és megmondom őszintén, nagyon bánom a dolgot egyfelől, mert az egyik egy nagyon jó nevű hely, de miután arra kell rádöbbened hétről hétre, hogy mondjuk már csak egész tortából választasz azért, hogy nehogy ráfussál egy szárazabb szeletre, és egy nem olcsó szárazabb szeletre, hogyha érted, mire célzok, és szólsz nekik kétszer, és akkor harmadszor már nem is szóltam, hazamentünk, megettük, letoltuk a torkunkon, az egyébként tényleg nem olcsó szeletet egy olyan helyről, ami azért eléggé túl van hype-olva. És írtam nekik egy levelet, mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, akkor most én más alternatíva után fogok nézni. De jó, hogy megírtam. Megírtam nekik, igen, írtam az üzletvezetőnek, és akkor hát ők is ilyen sajnálkozó levelet küldtek, és hogy majd igyekeznek utána járni a dolgoknak, stb. De amikor már tudod, így ötödszörre fogsz. De nagy megbánás nem volt a levélben, gondolom, ugye? Nem annyira vettem észre, de hát...
mindegy, jó, nyilván nem egy nagy forgalomkiesés nekik, hogy nem ott fogjuk megvenni a szelet tortákat, de hogy így, basszus, én egyszerűen ezt nem értem. Tehát, hogy de így, nem csak nem, ne, akkor nem, csak nem árazzuk le, menni. Tudod? Tehát, hogyha oké, tudom, hogy izé, értek hozzá, meg fogsz áradni, nem lesz olyan jó, ott vannak a törzs vendégek, bejönnek, egyszer, kétszer, háromszor ráfutnak ilyen kis aknákra, nem fognak menni. Hogy akkor miért nem árazzák le? Mert van egyébként olyan, nálunk van egy nagyon jó kis cukrászda Imrén, ahol például ugye a hétvégéről megmaradt sütéket másnap ugyanúgy kirakják. Igen, de azt mondja, hogy kettő napos gyerekek fél áron van. Fél áron, ja. És akkor tudod, hogy mi van, hogy mire készül. Ez az egyik, a másik hely meg fél, 20 000-essel fizetsz, oda is előszeretettel járogatunk, egy ilyen kis kávézóról van szó, 20 000-essel fizetsz, és így 10-ből ad vissza. És akkor így mondod neki, hogy bocsánat, hogy hát az van, hogy nem egy 20-essel fizettem. Ez így kevés. És szemrebben is nélkül adja vissza a 10-est. És hát, nem is mond semmit rá, hogy elnézést, uram. Tényleg? Hogy? Vagy mi? Vagy akkor elnézte? Vagy bocsánat? Vagy ja? Jaj, tényleg, ne haragudj, nem. Így. Visszaadja és kész. Ezt a rohadékot, de tényleg, gyerekek, hát miért kell ezt csinálni? És akkor tudod, hogy állsz, és így... Mert így, innentől kezdve ő legalizálta... Legalább játsszuk már igen, azt, hogy véletlen igen, volt. Igen, tehát innentől kezdve ő beismerte azt, hogy el akarta lopni azt a 10 000 forintot. Így. Nekem ez a beismerés. Ha legalább játssz el, hogy uram, ne haragudjon, elnéztem. Azt hittem, hogy 10 000-es, bocsánat, itt van, és még egyébként adok 10 dek a sajtos pogácsát ajándékba, hogy ne legyen rosszá íze. Jézusom, ilyen van, ilyen a magyar vendéglátás, de komolyan. Hát ezt csodálkozunk, hogy itt vagyunk. De nem? Hát 10 000-el át akartam cseszni. Na és akkor érted, 2014-et írunk. Tehát, hogy elhiszed, hogy vannak még ilyen helyek. Van, tehát, meg a trükközés az benne van ebben a szakmában, meg nagyon sok szakmában benne van. De ha már lebuksz, de legalább tényleg jázd el azt. De nem, hogy mondod, júj, ne haragodj. Jaj, Istenem, bocsánat, és hogy lehetett, hogy történt, tehát ilyen kicsit fáradt vagyok, úr, rossz napon volt, akármi, ne haragoljon, tényleg elnézést, így, mit tudom én. Igen, itt egy savanyú cukor egy gyereknek, ja, bocsánat. Vagy egy kávét igyon meg a kontónkra, vagy de ilyet, hogy szemrebben is nélkül, és nem egyszer vagy ott, ugye? Tehát ez is egy ilyen visszajárós. Hát, illetve most volt. Már nem. Hát jó, de eddig. Aha. Kettővel arrébb van egy másik. Aha, és akkor most figyelj, van. Akkor legalább a város ezen részében már nem kell menned. Ja, és tudod, mi még a bajom, hogy törzs vendéget akar átcseszni. Igen. Az értem. Meg a leg... Mert hát, az egyszerbe... amennyi cukrot miatt megzabáltunk fel. Figyelj, tudom, azt hallottam. Figyelj, értem. Azt a cukrot is onnan vetted, ami behemperegtetek ott. Hát természetesen jó, így van. Megetted ott a cukrot, meg előtte megkaramellizáltattam, mert hogy egyébként ingyencek is volt. Meg egyébként úgy sokkal jobban ragad. Szóval a baj az, hogy az se szép, ha a külföldit átvered 500 forinttal, 1000-rel. De hogy azt az embert, aki egyébként oda viszi a fizetésének nagyobb részét, hiszen rólad beszélünk, akkor most már építsük ezt a képet, vagy aki csak 5-6-szor. Tehát például az első esetnél, a száraz sütinél, annyit kell mondani, hogy János, abból most maga ne vegyen. Érted? És olyankor is van benned egy jó, hát én nem veszek, de... Volt egyébként beépített eladóm. Hát ez a komolyan mondom. Tehát volt egy nagyon kedves eladóhölgy, aki mindig jelzte egy vizével, volt ilyen kis kialakított, ilyen rendszerű kacsintot, hogy éppen valaki a közelben volt, mondjuk az üzletvezető, vagy nem tudom, és akkor jelezte, hogy hát azt most inkább... Nem inkább azt mondja, hogy helyette ez, vagy pedig vigyetek másfél kiló cukrot, ahogy szoktatok, aztán igyetek meg egy pohár vízzel, igen, és emperegjetek benne. És ez most nem volt ott ez az ember? Nem. Most nem, csomagoltattunk, elvittünk, de mondom, nem az első eset volt, és hát annyira kellene. Na mindegy, hát érted. Minket elbuktak, de hát. És akkor viszont itt van a lehetőség előtted, hogy új helyeket fedezhess fel. Na te, ja, hát tényleg a jó oda át kell nézni. Ugye? Nézd meg. Lehet, hogy ráakadsz egy ékszerdobozra, Lőrinc csodájára, Lőrinc cukor csimboraszójára. Ennyi. Ennyi. Ezeket kiofoltuk, arra a helyre nem kell menned, a másikra se, és lehet, hogy egy új csodát, egy új isteni cukrászdát fogsz majd feltalálni, vagy megtalálni. Javaslatokat várunk a 06. Na ennyi. Mindegy, ennyit a nyomorunkra. De hát azért olyan csalódó tud lenni ilyenkor az ember. Van kevés hiányzó. Igen, pont az a kevés, de az pont nem volt benne. Te amíg te tegnap cukrászdákba jártál, drága barátaim. És tegnap előtt, és az előtt, és az előtt. Töredelmesen be kell vallanom nektek valamit. Nem ettél batyút? Hát azt nem. Bacsut egy darabot se. Elvállaltam egy felkérést. Ne. Te esküszöm. Nem ne. Akartam, próbáltam lepattintani. Csak a hajdóhoz nem ennyire. Rosszabb. A nem kassza. Mondod. Elmész a kasszához. Elmentem tegnap a kasszához. Na milyen volt? Figyeljetek, fölhívott a Tibi a hét elején. Mondtam, hogy megbetegedett valaki. Igen, mondta neki, hogy Tibi,
Hát annyira szaraduma, annyira átlátszó vagy. Hétfő hisz, hogy csütörtökön forgatunk. Nyilván valaki lemondta. De nem, nem, hidd el, csak tudod... Dupla gázsit kapsz 5000-re. Igen, tudod, külföldön voltam, tudod, nem volt időnk szervezni. Jó van, hagyjuk, bemegyek, megmentelek. És elmentem tegnap a felvételre. Nagyon helyes volt a Tibi. Szerintem úgy izgult, mint még életében soha, már tegnap előtt délután egy órás castingot tartott. Persze már előre félt a keddi vérszívástól. Az biztos. Figyelj, egy órás telefonos castingot tartott, mondom, Tibi, velem. Hát tudsz róla mindent, szívem. Hát most mit ne? De beszéljük át, és akkor tudod, és majd ebből átkötünk ide, és legyen íve meg. Hát mondom, ha íve van, az rajtad fog múlni, te vezeted a beszélgetést, te adod meg azokat a pontokat, amin én vagytok ugrálni. Jó, vagy... bakker, csak azt akartam, hogy profinak tűnjünk. Igen, profinak tűnjünk, és hát meg kell nektek őszintén mondanom, hogy megsiratott a Tibi. Na. Tegnap ennek a fiúnak van lelke, nem árulhatom el nyilvánvalólag, hogy mivel... De olyan rossz volt, hogy elsírtad magad? Igen, először igen, de aztán... Ekkora rohadék vagy, te tényleg próbálok idiót mondani. Ja, jó, nem biztos, gyerekről. Jó, bocsánat. Erről a drága gyerekről, egyébként tényleg tök lelkiismeretesen készült, meg jó fej volt, és csinált egy bejátszást nekem, amiben egy olyan meglepetés volt, hogy megkönnyeztem. Így 44 éves nagy darab férfi ember létemre tévé kamerák előtt ott pityeregtem egy kicsit. Az első krémbrülét. Hát ne, dehogy is. Az első paccal pököltem krémbrülé, agyjával. És nagyon-nagyon jól is esett a dolog, és ottan pityeregtem egyet, úgyhogy helyes aranyos volt. Kellett gitároznunk, azt nem értem, hogy miért, és énekelnünk, azt még inkább nem, emelvén a show fényét. Hát én akkor nem értem, ha neked kéne énekelni, és neki gitározni. De, mindenki csinált mindent. Mindenki csinált mindent, úgyhogy ez volt a tegnapi napom. És mikor láthatjuk? Mondja. Nem tudom, majd megkérdezzük tőle kedden. Azt hiszem, hogy ez valami márciusi adás volt, vagy februári. Aha. Szóval aranytartaléknak kellett. Igen, is mondtam, hogy nem baj, hogyha nem. Ha nem akarod leadni, akkor add ide DVD-n, hogy anyukámnak megmutathassam, mert ő szereti nagyon az ilyeneket. És ez már a második évad a Férfi TV műsorából, tehát dübörög, a óriás nézőcsúcsokkal bent tartották. Figyelj, akár, hogy is nézik, érted, rengeteget cinkeltük korábban, de basszus, ez beépült ez a sztori, ez működik. Egyébként igen. Nem úgy, mint másoknak, ugye? Ha még volt olyan, akinek megsült a sója. Igen, egyébként neki megy meg. Aki szereti a kaszát, az nyilván szereti ezt a műsort is, de úgy emberi volt, aranyos volt. Mi meg szeretjük. Próbált ott egy kicsit rugózni egy-két dolgon, de jó volt, jól éreztem magam, és ez az meglepetés, és tudod, amikor így nem is számítasz, mert ő dolgozott rajta, agyalt rajta, bevont még embereket, és olyan nagyon-nagyon jól esett a Tibitől, meg főleg, mert egy rohadék nem számítottam rá. Nem igaz. Szóval ez volt az én tegnapi napom, meg ez volt. Na így állunk, akkor a hójelentéseket várjuk, meg ahol katasztrófa helyzet van, itt például most egy zalaegerszegi bejelentést látunk a Magyar Televízióban. Imádom, amikor úgy dramatizálnak, hogy nem vesz fel a riporter sapkát, csak igen, hogy, hát, hogy hívják, hogy 10 centis hóréteg legyen a fején, csak azért, hogy lássák az emberek, hogy mennyire drámai a helyzet. És ő fázik is. Aha. Tehát, hogy az is benne van a dologban. Ez most egy élő zalaegerszegi kép, ez van Zalaegerszegen, de mi jobban hiszünk a hallgatóinknak, mint a televíziónak, úgyhogy jelezzétek, ha valahol hó van, baj van. Fekete-fehér igen, nemmel úgy járunk, hogy 2-2, egy picit ellazáztuk hopszi, ezt a hopszi. Hetet. Így van, pedig... De persze, hát én tegnap elbuktam, de gyakorlatilag rajtam kezd el úszni a hét. Így van, ezért majd meg kell védened a mundérok becsületét. Mondd, hogy nem érsz rá a következő fél órában, úgyhogy lesz fekete-fehér, igen, nem 2-2. Ezt az évet egyébként nagyon jól kezdtük, mert ugye volt egy 5-0-ánk, volt egy 4-1-ünk, vagy 3-2-ünk, de eddig nyertünk. Ezt a hetet most vihetik a hallgatók, ha akarják, és ha engedjük. Tehát ez a kettő van, 2-2, lehet jelentkezni a játékra a 0676450000-as SMS számon. És hát a hírek után mivel jöjjünk hát vissza? Hát legyen mondjuk zene. Igen. De milyen zene? Egy nagyon jó kis feldolgozással fogunk menni tovább. Nem csak annak, aki szereti küllöm azt a nótát, ami a hírek után jön, hanem Abaházi Csabának is. Viszonzásképpen azért, mert ezen a héten, valamikor a hét elején csak így megkérdeztetem, hogy akarok-e küldem. És akkor mondtam, hogy akarok. És akkor küldtem egy számot haza. A rádióban? Így van. Melyiket? Egy YouTube-t. Egy YouTube-t küldtem haza, és a fia Csabi leadta, és még az üzenetet is mellékelte hozzá, és akkor benne volt, hogy a Vadonik Mónikájának sok szeretettel is, hogy a apa küldés így, de egy poénból mondtam neki, de leadta, tök jó fej volt, úgyhogy én egy olyan számot küldök ma neki, amit ő nagyon szeret, Rebel Yell,
Billy Idol-tól, pontosabban de nem Billy Idol-tól, nem, de azt küldöm, csak nem Billy Idol-tól, hanem a Children of Bodom-tól, akik egy nagyon kellemes kis finn dallamos death metal zenekar. Aha. Nem nagyon nyúltak bele a lótába, de azért nyilván jobban szól, tökösebben szól, a úgy szól, érted, hogy, lett, hogy szólnia kell manapság egy nótának. A Children of Bodomnak egyébként ez nem saját stílus, de ők előszeretettől csinálnak mindenféle feldolgozásokat, és nem csak rockot, hanem például van Britney-ük is, csak abban túl sokat krákognak és köpnek, úgyhogy aztán Britney-re vonatkozólag. Az eredet is nagyon jó volt egyébként, Semmi de áll. Billy Idol az az előadó, ilyen határmesdje, hogy azok is, akik mondjuk a diszkót szerették annak idején, a Billy Idolt akkor is meghallgattad. Ugye, úgy az úgy viszonylagosan belefér, na hát ennek lesz. Hát, és ugye az úriemberről el kell mondani azt, hogy kedvet kapott Sylvester Stallone-tól arra, hogy ugye rángassa a felsajkát, és aztán ezt tökéletesen is fejlesztett olyan szintre, hogy gyakorlatilag úgy is maradt neki. Szegény. Na ettől függetlenül mi szeretjük, úgyhogy jön ez a dal a hírek után, és a fekete-fehér, igen, nem 2 percen múlt el fél hét. A By the Way és a Rebel Yell. A By the Way. Atya úristen. Hát gyerekek, na ez pont az a, tényleg az a határmesdje volt. Akkor rájuk szavaztam volna. Azt hiszem én is, hogyha így muzsikálnak és így énekelnek. Ez volt az pont az a határmesdje, ami miatt egyrészt ismered a dalt, ugye, másrészt pedig azért se röfögés, se hörgés, se semmi nem volt benne. Semmi. Ez gyakorlatilag egy az egybe az eredeti volt, azzal a különbséggel, hogy itt a hangzás egy picit jobb volt, még az ének stílus is le volt véve, még az eredeti szinti hangok is benne voltak, minden, tehát minden gyakorlatilag egy az egybe, csak éppen egy a 21. századdal kompatibilis sabb változat volt. Azt nem merem mondani, hogy ők többet isznak, mint az eredeti előadó egyébként. Fej-fej mellett haladnak. Igen, mert ők finnek, és itt pont a zene alatt beszéltük azt meg, hogy egy fél éves sötétségben nincs más út, csak a death metal és a vodka. És úgy gitározni, igen, hogy ott van a kezdetben végig egy üveg Finlandia. Hány év, és 30 éves a srác, és szóltak neki, hogy... szóltak neki, hogy egy picit álljon már le, mert hogy akkor így érted, nem sokára valaki majd a nekrológot fogja gitározni a sírja mellett. A búcsú koncerten, szegény. Gyorsan mondom a közlekedési infókat, valóban esik a hó, hullahó. Szakad a hó Zalaegerszegen is környékén, viszont ami jó hír, hogy nem nagyon marad meg, Gyulai Laci barátom Zalaegerszeg mellől még fotót is mellékelt az egy centis hóról, nálukat egy kicsit megvan, de az utakat sózzák, az nincs, viszont sokan írjátok, hogy a látótávolsága miatt ugye nem túl erős, tehát a szakadó hóesés miatt, úgyhogy érdemes erre odafigyelni. Sziget-Szent Miklóson az elkerülő út Halásztelki ágának egyetlen kereszteződésében baleset van, a rendőrök már ott, torlódás még nincs, de várható, ezt Magnum Zolitól kaptuk. Az útviszonyokra való tekintettel kérünk mindenkit, mi kamionosok, ez nagyon aranyos, hogy szólsz, hogy ne szórakozzon senki azzal, hogy egy ekkora jármű előtt beleálljon a fékbe, hiszen ezt nem lehet megállítani pillanatok alatt. Segítsük a kamionok közlekedését, köszönöm, jó a műsor. Ezt nézd meg, egy kultúrált, okos, jó informatív SMS. Nagyon szépen köszönjük, ez tényleg egyébként egy közérdekű info volt. Fertőhomok és Kapuvár között szakad a hó, de a 85-ös járható, senki ne üljön másik a utóba. Zomborai úr ezt írta nekünk, hát egyelőre még ne üljél, hát ha baj van, akkor viszont igen. 2-2 az állás, a fekete-fehér igen, nemben a mindent eldöntő játszma következik most. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Az nevet a végén, aki a végén. Szilárd, jó reggelt! Szép jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, fej vagy. Fogtok ti még sírni is, ez szerint egy nagyon jó fekete-fehér igen nem játékossal ülünk szemben. Majd meglátjuk. Mivel ég a ház, megpróbáltuk elérni Balást Ausztriában a hűtében. Hát fiam, ha akarod, még átteszünk, vagy átteltünk a jövő étre, amikor ő lesz. Nem, hát most figyelj, hát ma játszok veled, hétfőn Feri bácsi, kedve megjöhet a Balázs, hogy főkészüljön. Jó nekünk az is, hogyha most odaadod ezt a pontocskát, és a jövő étre meg ma játszol Balázsra. Hát figyelj, megbeszéljük. Persze. Egy ajándékcsomagért, nem? Szilárd, figyelj, akkor 2-t, aztán nem alázlak le benneteket. Jó, de nagy vagy. Te pápán vagy most? Így van. Havazással mi van, semmi? Most állt meg ebbe a pillanatba pár perc. De megmaradt, vagy csak így esett egy kicsit? Nem, csak szállingozott. Hány centinél állt meg? Mondom, hogy még nem látszik. Ja, nem látszik, igen. Nem, de egy időben pánikra nincsen ok. Hát még nincs feladat, úgyhogy. Hadd jöjjön, nem?
Persze, hát tél van, január van, ilyenkor kell, hogy essen. Júniusban például sokkal rosszabbul néz ki a havas út. Én legalábbis azt gondolom. Szilárd, de asztalos vagy? Így van. Aha. Ujjaid? Már van káros urát, de inkább hagyjuk. Jaj, ne ülyéskedj. Ez a... hát, de... most figyelj, az igazából nem asztalos, akinek nincs semmi baj az ujjával. Aha. Figyelj, egyébként nálatok, asztalosoknál vannak ilyen védőfelszerelések, mint például a henteseknél, amikor a csontot... Ja, igen. A csont, amikor csontoznak, akkor az lánc... Mi égetnek, sőt iszunk úgy, hogy igazából... Ja, igen. Igen, az nem olyan veszélyes. Ugye arra gondol, Jani, hogy például csontozásnál, vagy amikor vágják össze a csontokat a hentesek, akkor van ez az acélkesztyű. Így van. Ez nálunk az... is van fővédő szemüveg, meg lótúró, egyen-petyen, de hát tudod ki a lótúró veszi fel. Minek? De, hát mi az, hogy minek? Azért, hogy ne sérülj meg. Hát. Jó, van, hát így tudjátok. Ez hát innentől kezdve már nem ránk tartozik. No, akkor kire esett a választásod? Jani bácsira. De sajnálom. Szegény. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tegnap, ő játszott tegnap is. Akkor mit, akkor váltsunk, Feri bácsi? Ne, nem azért mondtam, csak próbáltam, hogy Jani, egy gondolat, kicsit, végül is. Kicsit menteni. Nézd, ha elhatároztad magad, Jani, múljon a hét, ne rajtam. Nézd. Igen, akkor kezdek, Janival, azt utána megjött. Érted, rámész a maradékra rögtön. Na figyeljetek, akkor indítjuk az órát. 3, 2, 1, rajta! Jó reggelt, Jani bácsi. Jó reggelt. Szeretnél kérdezni? Persze, parancsolj. Mármint, hogy te szeretnél kérdezni. Rád bízom. Hogy? Jó, rendben. Látok, különben esik ahol? Kinéztem az ablakon, és csapadéknak nyoma sincs. Semminek. 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 Nálatok van? Lótúról van. Még egyelőre. Látszik meg. De fel vagy rá készülve? Számítasz rá, hogy lesz? Ó, hogyne. Hát most is egy rövidőpoló, meg egy rövidgatjába ücsörök, aztán várom, hogy essen a hó. Milyen színű nálatok a hó? Nálunk? Ha van. Hát általában piros. Piros szokott lenni? Így van, hát persze. Hát akkor aznap már nem menj be, aznap már nem menj be dolgozni, mert akkor nem kávéval indítottad a napot. Most mit feltét ezért a én rólam? Én egy tiszta, józan élető ember vagyok. Szoktál inni azért néha? Hébe hóba, de inkább hóba. De reggel jó esett ez a kis izé. Jó van, király vagy jó voltál. Nem biztos. Na, mert miért? Nem biztos, hogy király. A közepén volt egy rész, majd a sólyom szemmel visszahallgatjuk, ahol mintha egy nem eldurrant volna. Olyan mondod? Szilárd szájából, mert korrekt vagyok ezért. Egyébként tényleg nagyon jól csináltátok, nagyon jól játszottál. Szilárd, kikerülted a milyen színű. Nagy birkózás, hol csúszkáltunk ki egymás kezébe. Igen, igen, az olajos kis testet. Igen, igen, igen. Kivételt értek velem. Nem teszünk kivételt, de Anna meghallgatja, mert én a közepén vélelmezek egy nemet, de ha nem így van, akkor tiéd az ajándékcsomag, és tiétek a pont. Ebben az esetben 3-2-re a hallgatók nyerték a hetet. Hát remélem, hogy nem mondtam ki, bakker. Igen, hát erre nyilvánvaló. Nekem úgy tűnt egyébként, hogy nem. Ha kimondtam, akkor iszok még egyet, vagy kettőt. Jó, ha nem mondtad ki, akkor azért, mert nyertél, ha kimondtad, akkor pedig vigaszból. Figyelj csak, Szilárd, a hírek után, ahogy visszajövünk, akkor rögtön elmondom, jó, hogy mi a helyzet. Jó, rendben, jó, de ügyes voltál egyébként. Ügyi voltál nagyon. Egyetértünk, nem tudjuk, hogy mit mondtál, de mi is azt gondoljuk. Szevasz, Szilárd! Hello, sziasztok! Hello, pontosan 7 óra van, a hírek után jövünk vissza. 3 perc múlva lesz 4:48, jó reggel, szevasztok, eredményhirdetés következik. Teljesen jogos a felvetés a kedves hallgatóink részéről, nincsen nekünk egyébként szükségünk sólyomszemre, annára ebből a tekintetből, mert hogy de rengeteg, szükség nem annára szükség van, hanem más miatt is szükség van, érzelmi okokból ugye. Elsősorban kimondtam azt, hogy nem, mert hogy azt mondtam egészen pontosan, hogy akkor te nem kávéval kezded a napot. Rengetegen megértek, és tök igazatok van. Így van, a véleményezett szó az nekem ott a kis ne szócska után volt, amikor én úgy hallottam, mintha a játékos előbb durrantotta volna be. Nyilván próbáltam védeni ezt az egy nyomorult pontunkat, amivel lehetett volna vinni a hetet. Drága hallgatók, gratulálunk, brilliánsak vagytok, fantasztikusak, 3-2-re nyertetek. Jó. Jó, 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 oké. Na, jó, figyelj, Feri, mondja nekem T, V vagy B. V. V. Azt mondja, hogy V, jól van. Azt mondja, hogy Jani mondta ki, nem kávéval kezdted, mondta. Akkor a Vigyanónak küldünk még egy kis ajándékot azok közül, akik beírták, megírták nekünk. Vig János a falra? Igen. Hát ezek szerint... Tudod ki ő? Igen. Tudod ki? De nem biztos, hogy ő az. De szerintem ő, mert nekem is írt. Igen. És ő írja le, hogy Vigyanó. Ő az a fantasztikus búvár ember, aki egyrészt engem megtanított merülni. Nem mond már. Másrészt pedig, amikor volt a cápás merülésed,
ő volt az, aki a sisakot a fejedre csapította. Tudom, de hogyha tényleg ő a Janó az, akkor a Janónak nincsen szüksége szerintem. Török. Miért? Relikviára. Török? Tőlünk, ja, relikviára. A relikviát török értettem. Relikviára, mondom, igen, persze, török? Tudunk még egy tálca baklavát. Mondom, van már ilyen ő, volt valaki Isztambulba, gyerekek, mit jó, hoztatok? Figyelj, akkor mondjál még egy. De a Janónak kell szeretni. De ő majdnem menfentes, hát érted, ő címbora. Hát jár de most neved. Jó, van, akkor küldünk neki is valamit. Hát te bögtél. Olyan ritkán történik ilyesmi, hogy ennyien megírják, jó fejek, kijavítanak még egy, segítenek, teljesen jogos, kap ő is akkor valamit. Na, tessék, ne vedd el tőle szegénytől. Picit jó, akkor adjál a tének is. Jó, és itt van például még a nővérem. És nagyon régóta akar egy sapkát. Akkor adjunk a tének is, jó? És akkor jó. Így nem szólhat senki semmit. Tehát a játékos, Janó és T is kap egy-egy. Jó, ő pedig Tapsilla. Okay. Volt úgyis olyan hetünk, ugye ebben az évben, Anna, amikor 5-0-ra nyertünk. Volt ilyen. Volt, hát a múlt hét. Igen, 5-0-ra nyertünk, akkor senkinek nem adtunk ajándékcsomagot, úgyhogy van bőven ajándékcsomag. Hát majd földolgozzák. Majd azon az osztályon, aki küldi ki az ajándékokat, földolgozzák ezt, hogy egyszerre hármat küldünk ki. Jó, és nagyon szépen köszönöm azokat a tippeket, hogy hova menjek el olyan cukrászdába Budapesten, ahol biztos, hogy nem fogok csalódni, úgyhogy ma el is megyek az egyikbe, a Bródi Sándornak. Megnézted a neten? Persze, megnéztem. Cukinak tűnik egyébként. Kis helyes kis cukrászda, úgyhogy akkor ma meglátogatom őket adás után. Ugye reggel mesélt Jani arról, hogy 2 cukrászdában is csalódott, és ez most egy új felfedező út van. És lehet, hogy megérne egyébként egy misét, egy komolyabb kifejtést, mert ugye rengetegen írtak ezzel kapcsolatban, hogy hány olyan cukrászda, hány olyan étterem volt, ahol nagyon-nagyon szívesen mentek el. Vagy hát igen, mentek be, és mégis csalódniuk kellett egy idő után, és nagyon fájlalták, mert hogy már törzs vendégek voltak. Hát, ez van. Nem csak cukrászda étterem, egy csomóan írtak, hogy igen, volt ilyen plusz, amit még nagyon sokan megírtak, ez a 20 000-es trükk. Igen. Hogy benzinkúton és egy csomó helyen szemrebben is nélkül próbálják megcsinálni, ezt, hogy odaadsz egy 20 000-est, fizetsz 6 200-t, és ők egy 10-esből adnak vissza, és amit elnézhet egyébként az ember, csak ha már elnézed, akkor egy pici bűnbánás legyen benne, ha meg át akarsz cseszni, akkor meg főleg legyen benne. De most tényleg, most 20-30 forintokat nem kapsz vissza, egy dolog. Semmi gond nincsen vele, de azért egy 10-essel, tehát hogy... Nem, úgy szerintem azzal is van, tehát én odaadom szívesen inkább. Nyilván nem érinti annyira mélyen a pénztárcádat, a 30 forinttal csesznek át, a 10 000-est azt meg megérzi mindenki. De 30 forinttal se akarjanak átcseszni, én hadd adjak 30 forintot, vagy 300-at, vagy 3 000-et borravalónak, ha én akarok, ha megérdemled, ha jó fej vagy, ha olyan volt a kiszolgálás, olyan volt az áru, akkor tök oké. Érted? De szerintem a 30 forinttal való át... Tehát, ha tudatosan csinálják, az soha nem jó. Nem. De figyeljtet, hogy hány olyan család van ebben az országban tényleg, ahol a számlák befizetés után mondjuk egy hétre pont ennyi marad. Egy 10-es vagy 15-es, és akkor lenyúlják egy 10-essel. Tehát, hogy nem már. Tehát, hogy ez egyszerűen nem fair. Na mindegy, ez van. Enikőnek, aki kérdezte, hogy melyik cukrászdáról van szó, hogy melyikbe volt száraz, és igen, abban. Amit megírt? Ja, és azt is írt, hogy egy igent vagy egy nemet kérjük szépen. Igen, abban volt. Trafi az M5-ös 110-es kilométerénél hídról, Szeged felé, Szörladó írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Állítólag egyébként már az M5-ösön is havazik a déli részén, ugye Szeged felé, tehát figyeljetek ott is, és továbbra is várjuk a hójelentéseket, hogy akad-e valahol a közlekedés a hóból kifolyólag, tehát akadályoz-e a közlekedést, jó? Erre számítunk tőletek. Új hír van a Lehel úti bankrablásról, ami nem rablás volt, hanem ugye robbantás. És nagyon érdekes a történet, mert eddig is hallottunk már ilyenről hírt, hogyha valaki szemtanú volt egy eseménynél, nem feltétlenül egy robbantás, hanem bármi másnál, és ő jelentkezik a rendőrségnél, hogy ő szeretne vallani valamit, akkor bekerül a tanúvédelmi programba. Ráadásul, hogyha olyanról van szó, aki mondjuk ilyen szemtanú volt, és olyan információval szolgálta, aminek alapján elkapják az illetőt, akkor itt ebben az esetben úgy tudom, hogy 10 guriga jár, érte? 10-en? Aha, 10 maki. Akkor már megéri köpni. Hát azért, az nem gyenge. Itt az történt, hogy ugye a rendőrség létrehozott egy zöld számot, ahol lehetett jelentkezni, ha bárki tud bármit, nagyon sokan telefonáltak, nyilván ugye a 10 maki is ebben benne van, hogy én nagyon, nagyon fél láttam, ott egy motoros jött arra, hát ha odaadják a 10-emet, erre nyilván nem adnak oda, viszont jelentkezett egy valaki, akiről nem tudunk semmit, hát ez nyilván már a tanúvédelmi program része, aki állítólag beszélt közvetlenül a robbantás előtt az elkövetővel.
Tehát valószínűleg az lehetett, ugye azt tudjuk az eseményekből, hogy a motoros odakanyarodott, szólt, ott valaki szólt, vagy ő. Ő szólt egy hajléktalannak, hogy egy picit cuccoljon arrébb. Igen, hogy, mert baj lesz. Mert, hogy, illetve nem is tudjuk, hogy mit mondott, tehát hogy mondott valamit, amiből arra lehetett következtetni, hogy... akármi is történt. Lehet, hogy ez a hajléktalan volt az, akit tanúvédelmi program alá helyeztek? Hát elméletileg ő beszélhetett vele. Nem tudjuk pontosan, hogy kiről van szó, ugye erről se adnak ki semmilyen információt. Csak nagyon érdekes az a dolog, hogyha bekerülsz egy ilyenbe, akkor mi az, amit vállal a rendőrség, mi az, amit biztosítanak a számodra. Jó, hát most mit tudunk mi a tanulvédelmi programról? Pont annyit, amit mindenféle amerikai akciófilmekben láttunk, olyan mafiózókról, akik feldobták a korábbi cimboráikat, hogy azt mondja, hogy átoperáltatják az arcát, kapnak egy új személyazonosságot, átköltöztetik őket egy másik államba, és gyakorlatilag a három szépen fésült sasszem, napszemüveges, öltönyös CIA ügynökkel kell leélni a hátralevő életét. Azt mondjuk annyira nem vonzó. Tehát három napszemüveges. Vannak női ügynökök is. Tényleg? Aha. Akkor már vonzó. Három női ügynökkel az oké, de három kigyúrt pasival napszemüvegben az annyira nem vonzó szerintem. De nálunk ez hogy nézhet ki? Valószínűleg úgy, hogy a 8. kerületi lakásodban őriznek, ja. Az ajtó előtt alszik egy. És akkor átköltöztettük Záhonyból Kőszegre. Ne csináld már ezt, nem ilyenek a magyar rendőrök, meg a magyar nyomozók egyáltalán, de biztos vagyok abban, hogy azért nincs ennyi, tehát hogy nem lehet ennyi mindent kérni ebben a dologban, tehát az, hogy legyen egy arcátszabásod, kérek szépen egy valahol George Clooney és Sean Connery között egy arcot, tehát hogy ezt nem lehet mondani, meg biztos vagyok abban is, hogy mondjuk nem lehet egy malibui villát kérni. De itt ebben az esetben egyébként attól kellett félni, hogy esetleg ez a szemtanú, ez veszélybe kerül? Hát persze, hát figyelj, hogyha ez egy bűnszövetkezet volt, tehát nem egy egyéni akció volt a robbantás, hanem van egy csomó más ember is, aki ebben részt vett, akkor azért ott szerintem simán benne van, hogy a motoros robbantó haverjai, hogyha tudják, hogy ki az, aki köpött, akkor megkeresik. Tehát a tanúvédelmi program jó, arra szerintem szükség van, és főleg nyomozati szakaszban van szükség. Mert utána talán, hogyha mondjuk egyéni az elkövető és ott lesittelik, akkor addig a pár évig talán viszonylag nyugodtan éled az életed. Amikor kijön, akkor már elkezdesz gondolkozni, hogy vajon meg fog-e keresni. De hogyha ez bűnszövetkezet, akkor ez alatt a szakasz alatt se tudsz nyugodtan élni, és a nyomozati szakaszban pedig most képzeld el, ha ez az ember, aki például most tud információt és beszélt a robbantóval, a televízióban nyilatkozna, akkor neki egyrészt egy csomó információt elárul, ami alapján az elkövető el tud bújni, másrészt meg hát szerintem nem nyugodt van. Az élete. Csak azért mondom, felvetődik. Ne, hát nagy vagy egyébként, tényleg. Majd dedikáltasd már valakivel például magaddal az egyik képedet nekem. Hogy azt akartam kérdezni, hogy szerinted szükséges az, hogy mindenképpen nyilatkozzon ez az ember? Kell, hogy ő a nyilvánosság előtt valamilyen formán megjelenjen? Egyáltalán kell nem, az, hogy például akár kell. A nyomozati szakaszban legyen egy ilyen szembesítés, vagy mondjuk a bírósági tárgyaláson ők találkozzanak egymással? Nem, csak hát szembesítés. Tehát, hogy lehet. Magyarul szükség van erre a tanúvédelmi programra? Például én azt se tudom, a szükségnek szükség van, az biztos. Szükségnek szükség van. Én azt se tudom, hogy a magyar viszonyok között van-e olyan, amit mondjuk Amerikában látsz, hogy egy ilyen egyik oldalról átlátszatlan üveg mögül néz valaki hat embert, és akkor neki ki kell szúrnia, hogy kivel találkozott. Nem tudom, hogy ilyen biztos, van-e, hogy van ilyen. De mindjárt megkérdezzük, kérlek szépen. Előtt. Itt van velünk Tarjányi Péter, rendőrségi szakértő. Péter, jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hallgatom, nagyon-nagyon profin mondjátok. Ezért ülünk itt, ezért vagyunk a helyünkön. Nagyon, meg is lepődtem. Csak a Ferén a jegyzeteiből puskázom. Fölkészült, úgy látom. Nem, én azt gondolom, hogy egyszerű dolgokat görgettem én végig, ami az agyamban megfogalom. De teljesen logikus volt. Mazódott. Egyébként így is van. Na, akkor nézzük már áttételesen a dolgot. Ugye szükség van a tanúvédelmi programra, ez nem kérdéses. Mi az, amit a rendőrség biztosít a tanú számára? Hát egyrészt a tanúvédelmi programot egy kicsit ilyen hollywoodi stílusba gondolja sok ember, hogy magyarán a tanúvédelem az, amikor őt mondjuk elrejtik a külvilág elől, vagy nehogy Isten teljes egészében új személyazonosságot kap, vagy adott esetben teljes egészében egy új településre, egy másik országba költöztetik. Ennél azért sokkal egyszerűbb részei is vannak a tanúvédelemnek. Például az, amikor bemész mondjuk tanúskodni a rendőrségre, és az első kérdés az, amikor az adataidat veszik fel, hogy kéred-e, hogy zártan kezeljék az adataidat. Tehát, hogy magyarán az egész eljárás során te mondjuk a 3-as számú tanú legyél, vagy a 8-as számú tanú legyél, és hogy tulajdonképpen
mindaddig, amíg mondjuk például a bírósági eljárásba kerül az ügy, senki számára ne legyen tudható, hogy ki lehetsz te valójában. És amikor ez az alap. Bocsánat, amikor bírósági szakaszba kerül, ott viszont vállalnom kell a személyazonosságomat? Tehát ez sem mindig van így. Mert hogyha olyan ügyben vagy egyébként, amit pont előbb te mondtál, tehát hogy valami nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény történt, és joggal félhetsz attól, hogy, és ez elsősorban ilyen szervezett bűnözői csoportoknak a tevékenységéhez kapcsolódó tanúskodásra jellemző, és ez látható is volt például Magyarországon a bírósági gyakorlatban, hogy van olyan, amikor a tanúnak, tehát a védett tanúnak nem kell megjelennie, és biztosítja azt az ügyészség, biztosítja a rendőrség, tehát a hatóság, hogy mondjuk távolról, mondjuk egy ilyen videokonferencia rendszerben történjen az ő nyilatkozata, sőt, ennek van egy fokozott része, amikor ő nem is látszódik, sőt a hangját is eltorzítják, tehát végképp nem lehet tudni, vagy remélhetőleg nem lehet tudni az elkövetőknek, vádlottaknak azt, hogy ki az, akivel éppen a bíró egyeztet. Van olyan, ahol a vádlottak nincsenek is jelen, tehát magyarán csak a bíró hallgatja meg a tanút. Ezzel végképp ellehetetlenül az, hogy ők fizikailag találkozzanak. De nyilván egy nyomozás során számtalan olyan helyzet van, ahol egy tanú találkozhat egy gyanúsítottal, vagy később találkozhat ugye egy vádlottal. Mondok ilyet, például szembesítés. Vagy van kint a területen mondjuk, ahol egy bűncselekmény történt, esetünkben, amiről ti beszéltetek, mondjuk egy robbantás, ott egy szembesítés, illetve egy bejárás. Tehát amikor kimennek, és az van, hogy maga akkor hol állt? Hát én itt álltam, mit látott, kivel beszélt? Ha ennek során tehát van olyan tanú, aki nem fél attól, vagy nincs olyan helyzet, hogy tartani kell attól, hogy a tanúval valami baj történne, akár ott vagy később, akkor lehet nyilván az, hogy ott van a gyanúsított, és ott van mondjuk a tanú. De hát mondjuk egy olyan súlyosabb bűncselekménynél nyilván a tanú félhet attól, vagy maga az eljáró hatóság is félhet attól, hogy a tanú személyazonosságára fény derül. Na és ilyenkor mit sem bukós isak van a tanún? Nem. Ilyenkor például teljesen külön csinálják meg. Tehát nincs jelen megint csak a gyanúsított. És egyébként van egy olyan része a tanúvédelemnek, amikor ténylegesen őt mondjuk elbújtatják, teljesen arról szól minden esetben, hogy akkor őt egész életében elrejti a hatóság. A legtöbb esetben az eljárás szakaszára, tehát mindaddig, amíg tulajdonképpen az ügy végig nem pörög, addig kell őt valamilyen szinten rejteni, és ennek is vannak fokozatai. Van az, amikor tényleg teljesen elrejtik. Aztán van olyan, amikor valaki családtaghoz megy el. Hát a mostani tanú az házi őrizet, ugye? A házi, ez nem jó szó, tehát a saját lakásában védik. Hát lehet ez is, de lehet olyan is, hogy milyen valami ügyesen olyan... kikerült, te látod? Jó ide ügyes vagy! Vagy igen, vagy nem. Igen, nem hát mondtam, igen, hogy ő vele most mi van, de lehet olyan is, hogy ügyes lehet, vagy. Lehet olyan, hogy otthon van, de lehet olyan is, hogy kibérelnek egy objektumot, vagy olyan... Ilyenkor kérhetem, hogy ez a rózsadomb legyen? Hát, nem, nincs benne. Ez ugye a buli része, ez úgy nem nagyon szokott ezeknél a történeteknél benne lenni, hanem kiválasztja az a csoport, tehát az, aki a személy védelméért felelős, felépíti azt, hogy őt hogy lehet a legjobban megvédeni, hova lehet őt vinni. Nyilván ehhez keresnek egy helyet, ez lehet egy panzió, lehet egy szálloda, de lehet ez egy belügyi objektum. Mindenki egyébként a rendőrség és az ügyészség munkája kapcsán ezeket a nagyon szigorú épületeket látják. Vannak olyan helyei ezeknek a szervezeteknek, amik tulajdonképpen ilyen dolgokra, tehát ilyen védelmi dolgokra vannak kitalálva, és hát nyilvánvalóan ez nem a rendőrkapitányság épületében található. A tanúvédelmi, bocsánat, csak hadd kérdezzek közben, hogy a tanúvédelmi program az azzal ér véget egy bizonyos esetekben, amikor a bűncselekményt elkövető rács mögé kerül, akkor ott vége van ennek a dolognak, vagy esetleg ezt fel lehet újítani akkor, ha például mondjuk szabadulás előtt áll ez a bűnöző, és kiüzen a böriből, hogy na, oké, meg leszel keresve. Ekkor a tanú, vagy az egykori tanú kérheti a rendőrséget, hogy újra vegye tanúvédelmi program alá? Tehát ennek is vannak fokozatai. Kérheti ilyet egyébként, sőt, a legtöbb esetben egyébként, ha ilyen információval bír mondjuk a hatóság,
a börtönből jön egy információ, akkor saját maga is megkeresi egyébként a tanút. De a legtöbb esetben az ilyenfajta információval bíró tanúk, azok nem a törvényeket betartó állampolgárok. Tehát az, amikor ilyen kiüzenés van, ez általában olyan, és tényleg a magyar gyakorlatra is ez a jellemző, amikor a szervezett bűnözői csoportból valaki beszélt, magyarán köpött. Ezt azért úgy nem nagyon felejtik el neki. És hát ilyenkor ez egy külön feladat a tanúvédelmi programban, hogy egyrészt van maga az eljárás, igen, addig beszélt, ott van egy kockázatanalízis már közben is, hogy ha vége van az eljárásnak, akkor őt tovább kell védeni, ne adj Isten, és akkor ez a legextrémebb, és ez, amit a filmekből ismer mindenki, hogy na akkor élete végéig, és akkor teljesen új egzisztencia. Erre volt már példa Magyarországon, hogy valakinek teljesen újra kellett építeni az életét? Hallott ilyenről a szakma. Nyilvánvalóan az, hogy kivel, tehát erre én nem tudok válaszolni. Nem is kérdeztem, Péter, hogy mernék én ilyet kérdezni? Jó, meg hogy ki a Kovács Jánosra csinálták. Igen, és most Kis Krisztina néven él karancslapújtőn. És hát ilyenkor két változata van. Egyrészt ezt magának a tanúnak is el kell fogadnia, tehát ez azért egy óriási pszichés döntés és pszichés terhelés. Tehát most gondoljátok végig azt, hogy volt egy életetek, és tényleg most a legextrémebbről beszélünk, és ebből szerintem csak néhány történhetett az elmúlt 10 évben, 20 évben, hogy akkor ő teljes egészében egy új személyazonosságot kap. Ennek első része az, hogy az adatait átformálják, tehát új név, legenda, kitalálása, ugye a legenda az, hogy ő... De hát föl kell építeni az előző életét, ami nincs, ugye? Tehát, hogy honnan jött, hová megy, tehát mit keres ebben a világban. A családot is be lehet ebbe a dologba vonni? Igen. Na. Igen. Tehát, hogyha például én mondjuk stílszerűen egy cukorhamisítási ügyben valaki ellen vallok, igen. Mert én ugye kiszúrom az ilyesmit, hiszen cukorgalba hempergőn kell reggeltől estig a családdal, akkor adott esetben kéretem azt is, hogy ha már az én személyazonosságot megváltoztatják, ha már engem is elköltöztetnek a lakójára máshol, akkor mindenki megy. Így van, te Kovács Ferenc leszel, és Mónika Kovács Ferenc. Miért legelik azt, hogy ez milyen súlyú. Tehát most az, ami a példa, és most ilyen nagyon szakértőbb átmentem, bocsánat, tehát most tényleg ránézve erre, amit most elmondta, tehát mondjuk egy ilyen áfa csalásos történet, pont nem olyan kategória, amiben én azt gondolnám, hogy erre szükség van. De mondjuk egy szervezett bűnözői csoport, ahol mondjuk egy ilyen likvidáló csapathoz tartoztál. Jani a likvidáló, de igen, hét, tehát egy jó kis legendát találtunk neki. Igen, na ez már tetszik. Tehát te voltál a takarító, akkor azért itt olyan dolgokról tudhatsz, amit egyrészt nem bocsájtanak meg, másrészt meg hát tényleg akkor újra kell alkotni a személyazonosságodat, és nem minden esetben történik az, hogy ez az adott országban, tehát ahol ez történt, tehát mondjuk Magyarországban történő maradásodat jelenti, hanem azt is jelentheti, hogy külföldön, tehát egy másik országban kapod ezt. Janit Ukrajnában tudnám a legdurvább bűnözői csoportokhoz tartozik, én vagyok a likvidátor, a tofu gyilkos, a brokkoli killer. És ebben az esetben nyilvánvalóan azokkal az országokkal együtt kell működni. Azért azt tudni kell, hogy mondjuk egy Oroszország, vagy egy Egyesült Államok, tehát ott a tanúvédelemben egyszerűen azért, mert akkora az ország, sokkal könnyebb helyzete van az ott dolgozó tanúvédelmi programos ügynököknek vagy rendőröknek, mert hogy egyszerűen egy nyelv van, tehát mondjuk az Egyesült Államokban, hogyha te Miami-ban valamit csináltál, akkor mit tudom én, Alaszkába tudnak egy egzisztenciát kialakítani, ahol ugyanazt a nyelvet beszélni. Most Magyarországon ez kifejezetten nehéz, mert ugye te beszélsz magyarul, de jó lenne, ha beszélnél más nyelven, és most így nem akarok senkit, tehát nem tudom, hogy beszéltek, tehát más nyelven, de jó, mondjuk célszerű egy olyan országot választani, aminek a nyelvét beszéled. Tehát ugye ott kell élned utána, és jó lenne, ha nem buknál meg, tehát ugye már ilyen problémák is vannak, és hát utána az egzisztencia kialakításában is kell segítség. Ami egyrészt finanszírozás, tehát az, kis segélyt kapjál, vagy valamit, tehát hogy azért ott el tudják kezdeni élni. Valamihez azért értsél is, tehát ott dolgozni kell, tehát nem az lesz, hogy életed végéig kapod a végi mammát. Hát életed végéig ugye nem. Egy darabig, igen, egy darabig kapod a segélyt, most tehát nyilván nem így megy, de tehát egy támogatást. És utána elkezdődik ott az életed. Tehát azért mondom, hogy ilyen, és akkor oké, az eredeti kérdésre válaszolva, tehát ilyen, hogy
hogy ilyen teljes személyazonosság, tehát nagyon ez a teljes felszívódás és egy másik helyen való új élet. Én azt hallottam, és nyilván a tanúvédelmi program részben nem vagyok benne, tehát hogy egy-kettő, tehát néhány ilyen előfordult, és olyanról tud a szakma, hogy más ország kereste meg Magyarországot, elkövetett ilyen dolog kapcsán Magyarország egy jó búvóhely lenne, és ide települt az ember. Valaki. De mondom, ez nem nagy szám. Jó. És egyébként a véleményem is Péter, az, a szakmai véleményem, hogy szerintem 1-2-3, tehát ilyesmi lehet. Jó, ez nagyon szépen köszönjük. Még utoljára egy gyors kérdés, hogy az koncepció, hogy mindig csak mélyítik a hangját azoknak, akik nekem szeretik felvenni a szerelőzős, hogy nem lehetne magasítani is, néha csak így a változatosság kedvéért, meg hogy így a humorfaktor egy kicsit érvényesüljön. Hát azt láttam, hogy jött a motoros. Ahogy előbb mondtam, tehát itt azért nem ilyen vicces emberek ülnek, tehát így a tárgyalóteremben nem annyira a mosolygás a lényeg, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, de azt tudom javasolni, hogy ha ezt kérelmezed, vagy egyfajta ilyen javaslatként beküldöd a rendszerbe, akkor lehet, hogy hát ha a következő ilyen lesz. Péter, nagyon szépen nagyon köszönjük neked, hogy rendelkezésre álltál, és hát vérprofi vagy, azt kell mondjam, egy igazi szőröstökű profi, hogy szoktuk volt mondani. Kicsit többet tud a felé rólad, mint én, de hát figyel, ha gondoljátok, összejöhetünk. Nézd meg, úgy terelt, mint senki más. Köszönjük szépen, Tarjányi Péter. Köszi szépen. Köszönjük. A hallgatókat meg akkor arra szeretnék inspirálni, hogy azon gondolkozzatok már, ha baj lenne, akkor hol, milyen országban, milyen néven, milyen szakmával, milyen testben folytatnátok az életet. Ugye akkor Janiról már tudjuk, hogy mit követett el. Tehát hát szervezet... én tudok mondani egy-két testet, amiben folytatni. Jó, értettük. A nem átalakító programot nem támogatja a rendőrség. 5 perccel múlt el, 7:30 jönnek a hírek, aztán jövünk vissza, és nagyon fontos dolog, hogy jelentkezhettek most Óven bácsi és Beru nénire. 3:48, jó reggelt, sziasztok, ma még nincs Balázs, elment csijelni, és reméljük, hogy hétfőn vissza is tér, nem gipszel, hanem anélkül. Ezt azért nem kívánhatja neki senki. Ügyes egyébként, ügyes, szerintem semmi gondja nem. Sosem láttam csijelni, de nyilván az. Így van. Szerintem nem fogja leönteni magát forral, borral a hűtében. Ügyes. Ők ilyenkor nagyon oda csapnak, te jobban ismered azért, mint én, bár hát, ugye ti is inkább munkakapcsolatban vagytok. Ahogy mondod, de fogalmam sincs. De a kis haverjaival ilyenkor ők azért oda szoktak szórakozni. Nem, ahogy ő sem mászott még velem, úgy én sem sietem még vele. De bármi történhet, sose felejtsd el. Aha, igen. Székesfehérvár elkerülőn a Lidl körforgalomnál katasztrófa védelem tart ellenőrzést. Spiti írta nekünk. Mit ellenőriz a katasztrófa védelem? Van-e hóláncod, vagy téli gumid? És akkor nem mehetsz rá valami útra? Gondolom, nem? Más nem nagyon tudok elképzelni. Nekünk van holláncunk. A biztonság kedvéért nyáron is hordjuk magunkat. Jó, hát ez nem volt kérdés. Plusz fogadjunk, hogy az a lapát, amit kaptunk, az a kis hóásó lapát, neked az bent van a kocsiban. Nyitott kapukat döngetsz, Feri. Nem lehetett kérdés. Jégoldó spray? Van, minden van. Most miért? Ne próbálkozz, úgyse jön be. A kicsi, nem tudsz megfogni. A kicsi, a zárólajzó. Az van. Az is az van. Nagyon jó. De hát azt azért szeretem, mert bele kell nyomni, ugye, és hogy megnyomod, és akkor úgy spriceli bele a jégoldót, hogy több praktikus módon. Azt a lakat miatt is egyébként, a kapulakatja miatt is. Ja, hogy az nálad is van itt. Ja. Figyelj, de nem kulcsal nyitod az autót már, hanem... Persze. Hát akkor nem kell, hogy de attól még érted a biztonság kedvéért még kelleni, érted? Ja, ha lemerül az elem, és nem tudsz fűt. Mindig van lapos üveg, érted is. Csak a tömény. A töményet is a szép marja. Belőle kitesz egyet, aztán már volt jég, nincs jég. Máté Szalka környékén süt a nap, de -9 fok van. Erzsó azt mondja, hogy hát körülbelül ennyi. 0676 45 000 ide jöhetnek még a közlekedési információk. Az előbb egy számukra nagyon tanulságos kis beszélgetést folytattunk itt a rádióban, Tarjányi Péterrel, a rendőrségi szakértővel. Aki kőprofi volt. Aki nagyon-nagyon jó volt, állandóan terelt. Tartsuk meg. Állandóan terelt, de szerintem azért elmondta a fontos információkat a tanúvédelemmel kapcsolatosan, ahol ugye a szervezet bűncselekmény egyik érintettje vagy, tehát a bűnbandán belül, és felnyomod a többieket, azt mondta, hogy ebben az esetben lehet az, hogy teljesen új személyazonosságot kapsz, elköltözöl külföldre,
és hát ott új életet kezdesz. És azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy kinek mi az álma, hogy merre lehetne menni, és mit kellene csinálni. Azt gondolom, hogy meglódult a fantáziátok, az Ede SMS-e számomra különösen kedves. Én Szamborra lennék a tanúvédelmi programban, gitározni ugyan nem tudok, inni viszont igen, hát ha bevennének a Bon Jovi-ban. Régen tudtam gitározni. Hát állítólag őt most kitették ugye pont emiatt, vagy hát a turnéra legalábbis nem mehetek. Lapide Pákó vagyok, és higgyétek el, jó magyar tanúvédelmi program. Egyébként tényleg, mert mondta, hogy van olyan külföldi, aki a hazánkban él, és itt kapott ugye lehetőséget újra kezdeni az életét. Mit követhetett el Pákó? Így van. Hogy ide száműzték Magyarországon. És hogy mivel barníthatták be ennyire. Én Tahitin képzelném el az új életemet, mint gyöngyhalász, és hogy tökéletes legyen az álca, egy cerka hosszabbító műtétet is bevállalnék. Miért egy gyöngyhalászoknak magyar épa, vagy mi? Nem, mert csak a kellemeset a hasznos alapot. Ja, hogy ha már csinálják, tehát ha már új arc, akkor srácok, akkor menjünk már tutira, hallod, egy 10 centit még hozzá tudnátok pakolni. És igen, mert ha főnök csaja pölőről ismer fel, érted? Ja, hát akkor nem ciki. Nekem a szülőfalumból kellett elköltöznöm, mert azt hitték, hogy én nyomtam fel valakit a rendőrsége, nem jó érzés nyugtalanul sétálni az utcán. Írja egy hallgató, ugye ez a komoly része a dolognak, pedig ő nem is követett el semmit, csak a falu nyelve kicsit megérintette. Lapföldre költöznék, jól puki, né. Néven. Didi írja, főni vagyok, ha baj lenne, én Afrikába mennék menedékjogot kérni, elvegyülnék, mint nálunk a színes bőrű ikon. Azaz megint Pákó. Kubában, fűszoknyában, kókuszmeltartóban koktélt szolgálnék fel, Joci voltam, Juci lennék. Jó. Jó. Jó, bidom. Bírom a kis agyatokat, ahogy ilyenkor dolgozik. Van, aki Pamela Anderson szeretne lenni, nem tudom, hogy fiú-e vagy lány, mert hogyha fiú, akkor azért az még izgalmasabb, hogy Pamela Anderson testébe bújt. Na hát ennyi körülbelül az SMS, köszönjük szépen nektek, már is rányítunk Óven bácsira és Beru nénire. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Máté, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia Máté! Szevasz! Honnan beszélsz? Szihalomról. Szihalom? Nem szí, csak szí. Szihalom. 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 Csak így lesz szihalmozzuk. Te CNC esztergályos vagy, ugye? Vagy marós? Rós esztergályos, majd rós, igen. Az rokon szakma? Mert én esztergálni tanultam annak idején egy ilyen nagy, gyönyörű orosz gépen, amiből az egyik kollégám a következő kis trükköt követte el. Hát ugye középiskolások voltunk, a tokmányt nem sikerült jól befogni, ugye ez a tokmány ez egy ilyen, nem tudom, 20-30 kilós nagy fémdarab, ebbe fogják be ugye a megmunkálandó anyagot. Na most ezt nem rögzítette a kolléga, viszont beindította nem tudom hány ezres fordulaton, és a tokmány így a feje mellett ez a 30 kilós vas elrepült és beállt a falba. Mondtuk, hogy akkor most le, gyerekek, üljünk, leígyunk egy valamit, aztán majd gondolkozunk. Itt érjük magunkat, és amikor a kézre meg is elmúlik, akkor megint vegyük fel újra a villáskulcsot. Nagyon kemény volt. Szihalom a lakóhelyed is? Igen, igen. Figyelj, most rákerestem Szihalomra, én ezt szoktam csinálni egyébként, mindig hallok egy olyan település nevet, ahol még nem jártam, vagy nem tudok róla a eleget, akkor felmegyek a netre, és akkor megnézem. Na most, Anonymous Gesta Hungarorumjába is már írtak erről a településről, mégpedig így. Azt mondja, hogy Árpád vezérés övéi megindulván az Egur vizéig jövének, s azon halmot, melyen a vezérnek leveles szint csináltak, Zenuholmunak nevezték. Vagyis ja, csak az eszihalom. Csak szólok, hogy tegnap volt a Magyar Kultúra napja, tehát hogy egy picit megcsúsztál. Ja, bocsánat. De köszönjük szépen a kulturális tájékoztatást. Ennél fontosabb kérdés, Máté, hogy van-e nálatok vár vagy cukrászda? Cukrászda van. Az van. És jó friss a süti? Isten király. Jó, van. Mert ugye Jani keresi most a számára új cukrászdát, ahova ezentúl járhat majd. Máté, megmutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Milyen csináltak még pár gyereket luk mellé? A kis luk mellé mentek el szerintem a csibe csoportban. Vagy pedig a csibe csoport meglátogatta őket. Óvoda vagy házi buli ez a kettő, és akkor most meghallgatjuk a dal részletet. Hát ezt mindenki ismeri. Annyit segítek, hogy nem Óven bácsi énekelt, hanem Beru néni. Az igen, az eddig jó. Tehát, hogy nő az előadó.
És magyar? Jó, nem Barkóba, Máté. Nem, jó, hát... Mi se kérdeztük, hogy mennyibe kerül a krémes szihalmon. Kérhetni még egyszer? Persze. Na-na-na-na-na. Magyar. Mutatunk egy hosszabbat, jó, Máté, mert ebből így szerintem... No. Az az! Na, de jó. Kösz. Hát, már a nyelvemen volt, hogy egy szemre való mennyecske énekel. Bizonyám, a csapatban. Ő énekel most is, de már nem Nox. De még mindig szemre való. Így van, Péter Szabó Szilviáról van szó. Mm. Máté, megvan a full extrás ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, nem tudom, hogy lehet-e sapkában esztergálni, de van benne az is. Hogyha esztergáltál is marad olyan dolog, amit haza szeretnél vinni, akkor adunk hozzá egy összehajtható ilyen bevásárlószatyra. Viszont minden benne van, amit csak tudunk most neked biztosítani. Jó? Nagyon jó. Köszönöm. Gratulálunk, ügyes voltál, Máté. Szevasz. Hello, sziasztok. Szia, köszi. 3 perc múlva lesz 8 óra, a hírek után jövünk majd vissza. Ma lesznek még vendégeink a meglepetés erejével, és természetesen jön majd 9 után a Peti hetesi. 9 perccel múlt el 8 óra, jó reggelt, sziasztok, Balázs hétfőn lesz, János és Ferenc viszont itt van nektek egészen 10 óráig. Az előbb ugye arról beszélgettünk, hogy a tanúvédelmi program keretén belül került hozzánk Fekete Pákó, és én azt mertem kérdezni, hogy vajon mit követett el, hallgató írja, hogy mit követett. Hallottad te már énekelni? Egyébként igen, sajnos igen. A katasztrófa védelem általában veszélyes anyagot szállító járműveket állít meg, és ellenőriz, mint a miénk. Üdv Béla papa az Ivekós, ugye az előbb elmondtuk, hogy Székesfehérvár környékén ők most dolgoznak, és nem nagyon tudtam én, hogy mi lehet vajon a katasztrófa védelem feladata a közutakon, de akkor most már ezt is tudjuk. Az M1-es autópályán Bábolna után román szeállt az árokban, Győr felé egyébként most előre sózzák a pályát. Eddig 4 géppel találkoztam, ebből 2 szort, ezt Hókuszpók írta nekünk M7-es kivezetőn, a Meki parkolóból, illetve a 28-as kilométer körnél figyelnek a Scotland Yard autói, Jánbor Jack írta ezt nekünk, 0676450000, ez az SMS szám. És örömmel látom egyébként, hogy a tanúvédelmi program keretében rengetegen alkalmaznának rengeteg vidéki, illetve fővárosi cukrászdában engem is, cukrásztanacként, testhezálló szerepkörökben, 50 tojás Janikám léci vert fel. Kis fehér habot Janikám, oké, most a linzernek a szélét vágra Janikám. Illetve nem Janikám, hát már akkor igen, Janikám már lennék, igen. Nem tudom, Kriszti. De az a baj, hogy téged például én itt keresnélek. Tehát ha elkövetsz valamit, és én a banda tagja vagyok, fölnyomtál, engem kiszabadulok, ez lenne az első, hogy Magyarország összes cukrászdáját végigjárnám. Illetve utaznál egy pár kört az 50-es villamosan, mert biztos, hogy tehetek. Hát ha ott vagy, így is van. No, kérem szépen, egy új témával folytatjuk ebben az órában, ugyanis újra van magyar világsiker, azért néha időről időre nem csak azt lehet hallani, hogy Magyarországon például átverik a turistát. De nem Palmin Barbie hívtuk el. Nem ő jött el még, bár még róla is lehet majd szó. Ez az új magyar világsiker, azt hiszem, hogy arra vonalra fűzhető fel, ami például annak idején, amikor indultak a romkocsmák, és ez egy irtózatos siker lett a külföldiek szemében, hogy el lehet jönni Magyarországra, és elmész egy olyan helyre, amin leverték a vakolatot, vagy lehullott magáról, ott tudsz sörözni. Ez a külföldiek szemében egy olyan dolog volt, ami ópiumként hatott rájuk, és jöttek, mint a húzat. Na hát kérem szépen, az a helyzet, hogy egy újabb dologgal gyarapodott ez a történet, talán nevezzük ezt úgy, hogy kiszabadulós játékok. Itt ugye arról van szó, hogy egy zárt helyre egy embert, vagy egy csoportot, barátokat, ismerősöket, vagy akár egy kollektívát bezárnak, és nekik néhány feladat megoldása után kinyílik majd az ajtó. Nyilván akkor vagy sikeres, ha ezt az adott időn belül meg tudtad csinálni, ha nem, akkor az viszonylag egy sikertelenségi faktor, már lehet, hogy akkor is van egy olyan fajta ilyen súlyozás, hogy meddig jutottál el a feladatban. A helyzet a következő, Bécsországban, innen nem messzire, mindösszesen 3 ilyen van, ilyen szabaduló szoba, azt is a magyarok üzemeltetik. Magyarországon, Budapesten ezzel szemben már, ha jól tudom, akkor több mint 30 ilyen hely van, tehát nagyon jók vagyunk benne. Elhívtuk hozzánk azt a férfit, azt az agyat, azt az idolt. A geniuszt. A geniuszt, aki ezt megálmodta, kérem szépen, itt van Gyurkovics Attila. Jó reggelt, Attila. Szia, Attila. Hát, gyere közel a mikrofonhoz, jó, nem fogunk belőled semmit hallani. Nagyon rosszul ment valamilyen biznisz, vagy véletlenül magadra zártad a fürdőszobát, honnan? Abszus, hogy lehet innen kijutni? Hát minden esetre
Honnan indult az ötlet? Hát onnan indult, hogy ilyen csapatépítőben én gondolkodtam, és mindenképpen valami olyasmit akartam kitalálni, ami kiragadja az embert a hétköznapokból. Ha lehet mondani önző okoknál fogva is, mert tudtam, ha ilyesmit kitalálok, akkor meg a berúgás, a közös berúgás meg más nasz volt nyilván. Arra kíváncsiak lesznek az emberek, és ilyen típusú számítógépes játékkal játszottam, vannak ezek a Hidden Object Mystery Case játékok, tényleg ilyen, és ráadásul egy órás kis triál játékokat angolozás miatt, amikor rájöttem, hogy ez, vagy azt vettem észre, hogy ez tényleg nagyon magával ragadó, és közben, tehát, hogy megvalósítottam, annak egyszerűen az volt az oka, hogy amikor így bevillant, hogy talán ezt kéne csinálni a valóságban, és minden oldalról elkezdtem vizsgálni az ötletet, egyszerűen mindig az köszönt vissza, hogy bizony ez működni fog. És akkor csináltál egy olyan prototípust, egy olyan szobát, amit mindenféle kis ötletekkel feldíszítgettél, és akkor hívtad a haverokat, hogy akkor na, akkor csináljuk, meg találjuk ki? Nem, ennél egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy bonyolultabb volt az ügy, mert egyfelől az, hogy a nyitás után rá fél évre, 8 hónapra gombamód elkezdtek szaporodni a helyek, attól még, amikor én először egyfelől előálltam az ötletemmel, esetleg támogatók miatt, vagy pedig már azért, mert helyet kerestem, akkor inkább... Nem volt könnyű. Akkor inkább félőrültek néztek, így van. Tehát volt olyan, aki egy nappal, amikor már... Hát eleve először nem is ilyen egy órás projektekbe gondolkodtam, hanem tényleg kitaláltam egy napra. Igen, egy félnapos program, akár kis busszal, nagyobb társaság, és bizony így kezdtem el keresni a helyet, így kezdtem el az ötletemmel előállni, akinek ezt először így megmertem osztani, és aztán úgymond, amikor már ott tartottam egyébként Csillebércen egy pavilont, hogy kiveszek, akkor a támogatóim úgy szépen kiálltak mögülem, és így utólag belátom, nagyon nagy volt ugye a bekerülési költség, a kockázata, hogy fogok én oda szállítani csoportokat, és akkor ebből lett az, hogy jó, csináljuk meg kicsibe, mint egy mutassuk meg a büfét, hogy ez működik, és majd akkor tovább tud lépni. És így jutottunk el az egy órásra. Hát, ugye? Mert az egy órása jó. Igazat megvalva, én szeretnék majd tovább lépni, és nem csak azért, mert hogy akár több órás műsor működne jobban, tehát tényleg jók ezek nagyon, ezek az egy órás trekkek, de összességében a vállalkozásom nem akarja, hogy csak arról szóljon, hogy egy órás bezártság, hanem hosszú távon jó lenne, hogyha ez arról szólna, aki a szolgáltatásainkat igénybe veszi, hogy igen, tudja, hogy ez az lesz, hogy kiragadja őket a hétköznapokból. Én azt, ami miatt még nem tudtam elengedni az ötletet, mert úgy vettem észre, hogy az úgynevezett flow elmélet az ott működni. De mi ez a flow elmélet? Így van, nagyon. Az itt rögtön van három tudatlan körülete. Egyébként egy magyar származású chicagói professzor írta le, a 90-es években, el lehet mondani, megköszönöm. Mindenképpen. A 90-es években volt egyébként egy sikeres elmélet. Hát nagyképpen a flow-nak az a címe, hogy a tökéletes élmény pszichológiája, úgyhogy ilyen téren, hogyha ezt az ember úgy látja, hogy működni fog valamiben, akkor valószínűleg érdemes. Ha nő nincs ebben, akkor ez sánti. Nagyon az a professzor azt vizsgálta tényleg egy 20 éven keresztül, hogy az arra volt kíváncsi, hogy mikor érzi jól magát az ember a bőrében. Az első érdekes megállapítása nagyjából az volt, hogy valójában aktív időszakában, úgyhogy sokan például a munka közben mondják ezt, tehát semmiképp nem otthon, amikor nézel ki a fejedből, és akkor és közben megpróbálta leírni is ezt a dolgot, élpítőköveit is megtalálta, meg mondjuk úgy, hogy ha ilyen flow élményt élsz át, akkor ilyen tünetekről is be lehet számolni, hogy mit lehet ilyenkor tapasztalni. Most azt mondta, hogy a flow élmény akkor indul be, amikor egy olyan feladat előtt áll az ember, ami nem is túl unalmas, mert akkor az, ha nem is túl egyszerű, mert akkor az unalmas, tehát nincs benne kihívás, viszont nem is lehet olyan bonyolult a személyre szabva, hogy arra esélye ne legyen megoldani, mert az csak frusztráló. Hanem kell egy olyan, hogy elsőre nem látszik, de hogyha egy kicsit ráfókuszál, és az, hogy beinduljon az, hogy ez a fókusz a feladaton maradjon, ne kallódjon el a figyelem, ez az kell, hogy amikor tesz valamit, legyen pozitív visszacsatolás, hogy igen, jó úton járok. Hogy ebből ki fogsz kerülni. Na, mik ezek a feladatok?
Hogy hát, néznek ezek ki? Ez az elmélet a dologra, hogy gyakorlatban hogy ülteted át ezt? Hát ugye, na most akkor ez a szabadulós játék úgy néz ki, tényleg, amit úgy nagyjából elmondhatok, hogy a csapatot beengedjük egy ajtón, ami jól rájuk záródik, és 60 percig van, hogy ezt az elektromos zárat feloldják. Aha. Ehhez a mögötte levő teret kell átkutatni, ami 2-3 szobából áll. Tényleg nem sötét labirintus, mondhatni, ahol sötét van, meg kell oldani, hogy ne legyen az. Tehát nincs félelmetes dolgok benne. Az atmoszféráján, meg egy kicsit ez a lepukkantság, hogy tényleg lepukkant bútorok azért működhetnek, megint csak, hogyha egyik oldalról megvizsgáltam, mert itt tulajdonképpen ilyen gyerekkori élmények szerintem beindulnak, legalábbis ki az, aki, hogyha van egy idegen környezetben, és tényleg az a feladat, hogy forgasd át a fiókokat, kutasd át, meg ilyesmi, szerintem ez nagyjából mindenkinél beindít valamit. De kiugrik a bohóc a fiókba, vagy kiesik csontváz, ilyen nincs. Zörejek, hangok, neszek, tényleg meg nem verőfény van azért bent, de nem erről szól. Tehát nem megijeszteni akar. Nem. Itt a legnagyobb para az idővel való küzdelem, mert... Hogy lejár kint a parkolóra, és addig igen, de egyébként ugye nálunk lehet követni időszámláló monitorokon, tehát lehet látni, hogy mennyi időtök van hátra, de az a lényeg, hogy igen, és első körben mondjuk belépsz, akár csak egy ilyen kis előszobaszerűrben, minden ajtó záró van, nem kell túlfilózni, lehet, hogy az első... kulcsot megtaláljátok valahol. De neked a belső ajtókat is ki kell nyitnod. Az első feladat az, hogy nagyjából az a legjobb stratégia arra törekedni, hogy földeríteni az egész teret. Tehát itt nálunk nem az van, hogyha egyik szobába átjutottál a másikba, akkor az előzőt már felejtsd el, itt jövés-menés van, és ott jön az, hogy olyan, tehát első körben azt gondolod, hogy mondjuk ott van előtted egy széf, honnan tudnád kinyitni, amikor 3-8 karakterig bármi lehet, de bizony, hogyha alaposan átkutatod majd a helyet, és közben a csapattal osztod az infót, meg az ötleteket, akkor bizony majd meg fogod tudni fejteni, és épp ez a lényeg, hogy ahogy mondtad, hogy kevésbé sikerélmény az, akik nem jutnak ki. Kellemesen csalódtam ilyen téren a csapatokban, mert mi a százalékos arány? Minden harmadik csapat bent ragad. Aha. Így ámblok van, a nehezebb pályák egy jobban, harmad, ugye? De hogy azért az olyan, hogy könnyedén lehetett volna az, hogy a bent ragadó csapatok azt mondják, hogy jaj, mi ez a hülyeség. És a többi nincs, tényleg nincs ilyen. Ennek egyik oka például az, hogy a flow élmény, meg a kitöltött egy óra az meg lesz. Uh-huh. Olyan nincs, hogy valaki bemegy egy csapat, és abban a sarokban néz ki a fejéből. Az biztos, hogy az egész területet, tehát vannak ezek a pozitív élmények, visszacsatolások, egyre több dolgot meg tud oldani. Itt legfeljebb az utolsó egy-két lépés elmarad, és itt indul be a flow, hogy mondjuk az elején ott van egy 4-1 ülakat, kinyitod, abba találsz esetleg valami olyasmit, aminek örülsz is. Tehát amikor kinyitod, tudod, hogy jót csináltál, hisz ezt már kerested. Mondjuk, hogy ilyen egyszerű példát mondjak, van egy kilincs nélküli ajtó, találsz végre egy kilincset. Akkor már kinyitod. És itt mondjuk elsikadhat a dolog, hogyha a csapat nem osztja meg egymással. Azt mondják, hogy akkora őrület már ez a dolog, hogy konkrét ilyen szabdoló turizmus is beindult. Tehát, hogy külföldről jönnek ide azért, hogy kipróbálják ezeket a szobákat is. Ezt hánysnek aláírhatom. Nekem már volt olyan skandináv csapatom, aki, mint utóbb kiderült, tényleg egy másfél napra jött, akkor még csak 3 pályán volt. Egy órát akartak játszani, de másfél napra maradtam. Nem, hanem pontosan egy ilyen 2-3 órás elcsúsztatással ők már otthonról lefoglalták, és mind a 3 pályát megcsinálták ez alatt a másfél nap alatt. Hajnali 4-kor pedig felszálltak a repcsire, és hazamentek. Így van. Ti kívülről nézitek az eseményeket? Tehát kamerán keresztül ellenőrzitek, hogy mi történik bent? Ez azért is nagyon fontos, nem csak azért, hogy ott mi történhet a csapattal, de természetesen biztonsági oka is lehetnek ennek. Túl azon, hogy van pánik gombunk, túl azon, hogy egy olyan 7 másodperc alatt el lehet hagyni a helyet, ha valakinek valami baja lenne. Figyeljük őket, de ez inkább a moderálás miatt van, tehát mi tudunk rajtuk segíteni, ha elakadnak, de ezt is olyan formán tesszük mi, hogy kevésbé tűnjön külső beavatkozásnak, úgynevezett e-maileket tudunk mi beküldeni, mert ugye vannak időszámláló monitorok, és hogyha azt hallja a csapat ilyen szaggatott hangon, hogy e-mail, akkor érdemes csekkolni az egyik időszámláló monitort, mert egy képes segítséget küldünk be. Ez nem a feladat megoldás, hanem ez felhívja a figyelmet arra a pontra, ahol egy kicsit jobban el kéne idézni, mert amúgy még azt hogy a turizmus, tehát, hogy a turistáknál beindul a dolog, az azért is működhet, mert legalábbis a mi pályáink teljesen nemzetköziek, tehát bent a játékban nincs találós kérdés. A határ bármi meg tud fejteni a dolgot, így van, értem. Így szimbólumok, színek, hangok, fények. És van egy nehézségi fokozatok, amik alapján mondjuk megkülönböztetik a pályákat egymástól? Mostanra már vannak, tehát most már 2 helyszínen vagyunk 5 pályával,
és az egyik helyszín úgymond a level 1, vagy a 4 hudinis pályáink. Jaj, de jó, a Houdini ugye a szabaduló művész. Így van, és a magyar származású. Magyar származású, így van. Alfred néven született ő Budapesten. Aha. És akkor tehát 1-től 5-ig, 1-től 5-ig? Nem, hát ugye egy az, hogy nagy a konkurencia, nálunk az 5 a legnagyobb, nálunk 4 és 5 hudinis pályák vannak azért csak, de van a 4 hudinis, és ha máshogy úgy nevezhetjük, hogy a level 1, és vannak az 5 hudinis pályák, a level 2. Ez egyfelől az egyik oka, hogy a level 1 az az első 2 pályánk, tehát hogy azért reméljük, hogy egy kicsit mi is a tapasztalatokkal gazdagodva kicsit összetettebb pályább lettek. Így van, és ezt tudjuk is ajánlani, de egyébként azért ez egy kicsit ember és csoportfüggő, tehát lehet, hogy van olyan, aki az egyik level 1 pályára mondja, hogy neki ez volt, ez tűnt a legnehezebbnek, túl azon, hogy mindig azért az első élmény, most majdnem kimondtam, az első élmény a legnehezebb lehet, hisz a mai napig az van, hogy a csapatok, akik jönnek, talán arra számítanak, ilyen sötét labirintus, talán még arra is, hogy ijesztegetés lesz, tehát ott áll össze, hogy itt tulajdonképpen nem miről van szó, és épp ez, amikor először belökjük őket, az első 10 percben néznek ki a fejükből, az tök rendben van, mert úgy össze kell, hogy eljön. Nincsen korhoz kötő, ugye? Tehát, hogy például a 11 éves lányommal ugyanúgy lemehetek, mint az 50 éves gyerekkori alkesz haverommal. Tehát, hogy már van ilyened? Hogy ne volna, majd bemutatom. Azért, mert beszélgetnék egy kicsit vele. Vannak akkor közös kapcsolódási pontjaink. Ajánlat szintjén azt ajánljuk, hogy így 14, tehát ugyan középiskolás kortól, de itt amikor így ajánljuk, akkor úgy értjük, hogy az egész korcsoport, vagy az egész csoport ilyen korosztőtételű, tehát családi szinten 6-7 éves gyerekek is voltak, ha aggódó szülők kérdezik, azt mondom, hogy aki látott Harry Pottert, az nem zavarhatja a lelkét. Így van, és tényleg tevékenyen is hozzá tud járulni egy gyerek. Egy az, hogy talán ő vesz észre olyasmit, meg ő talál meg olyasmit, amit mondjuk a anyuka, apuka nem. Más és a látószög, már csak ezért meg ő sikír a legjobban. Azért érdekes, hogy tényleg nem itt nem IQ-tesztről van szó, tehát van olyan, hogy a telepi srácok jobban megoldják, mint mondjuk volt, hogy orvosi gárda. Ugye a veszélye lehet a túlfilózás. Tehát amikor a csapat már valami szabad asszociációs játékban van, vagy a könyveket bújják, és akkor minden hetedik betűt próbálják összeolvasni, akkor valami rossz útra tévednek. Tehát az nem jó, ha túl okos vagyok, a Bali nem jön. Ne, sajnos. Mi viszont oda valók vagyunk. Említetted a pánik gombot, ugye, hogyha baj van. Arra vonatkozolok, mert ez előfordulhat bárkivel, hogy egy zárt térben egyszer csak azt érzed, hogy úristen, még akkor is, hogy ezt neked elmondják, hogy figyelj, egy óra múlva kinyílik az ajtó. Nyugi, de előfordulhat bárkivel az, hogy pánikbeteg lesz egy ilyen szobában, és rátör a dolog. 2 kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy van egy előzetes szűrés, tehát mielőtt valaki bemegy, elbeszélgettek-e vele, hogy volt-e már liftben rosszul? A. B. Volt-e már olyan, hogy valaki megnyomta a pánik gombot és ki akart jönni? Jó, akkor a B választól kezdem. Nem, még soha senki nem nyomta meg, és itt azt hiszem visszaköszön, hogy itt flow elméletről van szó, vagy a flow élmény, én ezt merem állítani, hogy ez egy flow epizód. Tehát, és akkor egy kicsit megint távolabbról, és akkor eljutok azért majd az A-válaszig, hogy tényleg nyugodt szívvel tudom azt mondani, hogy 98%-os a pozitív visszajelzés, és akkor azért teszek bele, olyan még nem volt, hogy egy csapat puffogva jött volna ki, olyan volt, hogy egy csapattagnál kitartott ez az ellenállás, ami az elején van, hogy jaj, én aszmás vagyok, jaj, én pánikbeteg vagyok, jaj, én az ilyet nem szeretem, jaj, ez egy lepukkant pince, hogy ez most vicc, vagy nem tudom. Ilyen esetleg, hogy volt 1-2 emberre, 3-ra emlékszek talán, akinél kitartott, viszont azt tudni kell, hogy az elején a problémázó csapattag vagy csapat sokkal magasabb arányú, de mostanra már egy ilyen kis rutinnal csak le kell darálni a beengedőszöveget, ott egyébként elbeszélgetünk, van egy vokitoki is, tehát egy sok vonalon egy pálya egy olyan 30-35 négyzetméter kisebb, mint gondolom, tényleg 2-3 szoba. Nagyobb, mint a lakásunk. Hát kinek mi jut az életben? Hát ez van, akinek ez játéktér, van, akinek élettér, ennyi. És az a lényeg, hogy épp azért indul be a flow, mert hogyha ez a beindul ez az érzés, akkor pont arról van szó, hogy ezek a kis nyűgök, bajok, hogy haza kell telefonálni anyunak, hogy éhes vagyok, hogy nekem ezek a paráim vannak. Kapcsolódik Feri cégkérdés, ha van egy cégi szüle. Ki lehet menni a felé. Úgyhogy egész egyszerűen azok a csapatok tagok, akik problémáznak, tényleg csak be kell lökni őket, és nyugodt, tehát nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy elfelejti, ez kimosódik belőle, és abban is látszik, hogy itt valami
egész más tudatállapotba kerülnek, és megint csak a flow-nak az egyik jellemzője. Hagyd már ezt a flow-t, szeretem ezt. És tényleg emiatt hoztam, vagy emiatt nem bírtam elengedni, az időérzékelés az felborult, tehát de nem tudod, hogy mióta vagy bent. Átlagosan egy 20 perces időérzékelésről számolnak be, de az is lehet, hogy valaki azt mondja, a világ összes ideje óta ott van már bent, ez mind a kettő a jele. Mondjuk Ferinek fél óra alatt beborostásodik az arca, tehát, hogy nálam azt gondolod, hogy már napok óta bent vagyok, én viszont nagyon jó vagyok ezekben. Nagyon jó, majd egyszer elviszlek. Kijövünk egy tényleg, perc alatt. Ketten is mehetnénk például? Tehát... Az a minimális csapat létszám. Furgusztus, hogy pont remeg én. Úgyhogy vannak is rá, például, hogyha a kijutási arányról beszélünk, ott már viszont az van, hogy mondjuk egy olyan 30%-os a kijutási arány. Ott tényleg az idő a nagy ellenség. A több szem többet lát, több tevékenykész, több mindent el tud intézni, az számít. Szerinted mi a jövő ebben a dologban? Itt már többen írják a hallgatók közül, hogy meg lehet-e csinálni például a Fűrész című film egyes epizódjait itt egy ilyenben, mert mindig egyre magasabb az emberek inger küszöbe. Tehát ha már megismerted az összes ilyen játékteret, és mondjuk horror rajongó vagy, mint a Jani, akkor én például el tudom képzelni azt, hogy nyilván veszélytelenül megcsinálva, de egy ilyen viszonylag lesötétített szobában olyan élmény érik az embert, és akkor mondjuk oda tudnod kell, hogy te ezt bírod vagy sem, ha bemész, de olyan élmények érik az embert, amik ezek visszaköszönnek. Ez mindenképpen egy továbblépési lehetőség, hogy én is azt érzem, hogy mondjuk amikor megnyitottunk, és mostanra a level 1 pályák lettek, amikkel megnyitottunk, tulajdonképpen bizonyára a moderálás is tanulni kellett, de azt tudom mondani, hogy a kezdetekben 80% nem jutott ki. Mostanra már egy jobb pályán is összeszedettebben, segítség nélkül, rendkívül jó időkkel ki tudnak jutni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy van valamiféle játékkultúra, már így is kialakult ebben a műfajban, úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy szigorúbb szabályok mellett akár lehet ez az extrém irányban is egy kicsit elmenni, ahol mondjuk, de ugye semmiképp nem cél az, hogy tehát odáig biztos nem fog eljutni, hogy mondjuk az egyik végtagodat, vagy egy csapattársadat 10 másodperc és egy csapda szétroppantja a fejed. Igen, ha nem jutsz ki, akkor véged itt van. Itt már biztos, hogy komolyan kell dokumentálni, azt akkor mielőtt beengedik a csapatot. Hogyha... Egy utolsó kivezető kérdés, igazi magyaros kérdés, kérlek szépen az SMS falunkról a hallgatóktól. Nem, lopnak bentről? Micsoda? Lopnak-e bentről? Hál' Istennek! Nem mondom, hogy mi miatt, de hogy a játékban, hogy így beszél... Nem. Aha, jó, egy rövid válasz. Nem. Attila, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hogyha valaki kíváncsi rá, hogy te, mint első, ugye, hol csináltad meg ezt a helyet, akkor a Facebookunkon, Laci, ugye? A Facebookunkra föl... Laci Bolint, igen. Nem Lacit rakjuk föl a Facebookra, hanem ugye a hely nevét, bár ő is nagyon címét is. Igen, elérhetőséget. Lacira is van igény, de hogyha a kiszabadulós játékra lenne igény, akkor a Facebookon megtalálnak. Köszönjük, Attila. Én is köszönöm, hogy itt láttam. És örülünk, hogy ilyen jó dolgot találták ki, ami az ország hírnevét. Azt tovább öregbíti. Egy percen múlt el fél. 9 hírek jönnek, aztán jövünk vissza, és lehet jelentkezni a hármasugrásra is. Hello, szevasztok, jó reggelt. 1:03:09 előtt. Egyéb batyút, igyál D-vitamint, és érezd a flow-t. Ja, az most már megvan. Ja, ez nem az, igen, a flow-ra vonatkozom. 6 autó ütközött Buda felé a Lágymányosi hídon, dugó Gizi, tehát Buda felé van a baleset. M7-es 28-as kilométer Balaton felé Trafi Gábortól kaptuk, Lágymányosi híd eleje, Buda felé belső sávban 3-as csatt. Ez lehet, hogy ugyanez, csak azóta már még 3-an odaértek. A flow az nagyon tetszett. Egy nagyobb bejött, Attila úgy pörgött, mint egy Duracell nyuszi. Tehát egyszerűen hihetetlen volt, iszonyatosan lelkes volt, de egyébként mi is lelkesek lehetünk tényleg a dologgal kapcsolatban, mert végre van valami echte magyar történet, ami kreatív, ami újszerű, és ami hatalmas siker. Meg valószínűleg az Attila élete is olyan formában változott, meg 2,5 éve, hogy kapott valami annyira jót, annyira csodát az élettől, amire itt teljesen ráfűzött az ember. Tehát ez hallatszódott rajtad, neki ez van A-tól Z-ig, reggeltől estig, és csinált egy jó dolgot, úgyhogy nem irigykedni kell rá, mert itt néhányan mondják, hogy persze már mindenütt ez van, és nektek milyen jó, hanem agyalni rajta, hogy te is találj ki valami ilyet. Úgy, hogy imádja ezt a dolgot, de ahogy ő fogalmazott kint egyébként műsorok kívül, ez nagyon tetszett, hogy a dolognak a rabszolgájává vált, hogy reggeltől estig ezen kattog. És most már van ugye Barcelonában egy csomó helyen, külföldön is árulja az árut, amit lehet vigyék. Illetve keresik. Mert hogy neki nem is nagyon kell dolgot így árulnia, úgymond, mert megkeresik, hogy legyen ott is. Na, és ez óriási. Azt gondolom, hogy itt óriási. Szerencsés ember. A helyzet a következő, hogy gyakorlatilag mennybe menetel reggele van a mai
napon, mert hogy egy olyan embert fogunk mindjárt fölhívni, aki kérek. De egy olyat, érted, hogy el se tudjátok képzelni. Minden hír összefoglalóban benne volt az elmúlt napokban a Rosetta űrszonda, amiről eddig semmit nem tudtál. Hogyha nem vagy szakember, akkor szerintem így nagyon nem hallottál róla. Hát igen, mert ez egy 10 éves sztori tulajdonképpen. Így van, de most viszont igen, mert 2,5 év hibernáció után felébresztették. Végre sikerült bekapcsolni. Űrszondát, jó messze kint az űrben. Az a helyzet, hogy ő megközelíti a kapaszkodj meg a Churyumov Gerasimenko üstököst. Érted? Hát de nem csak úgy egy üstököst, hanem a Churyumovot. Aki nyilván egy ilyen szovjet csillagász lehetett, akiről elnevezték ezt az üstököst. Kapta valószínűleg a nevét, novemberben ugye le is száll majd az üstök magra, és ez lesz az első űrszonda, amely nem csak megközelít egy üstököst, de le is száll rá, és akár hiszitek, akár nem, de ennek az űrszondának a fejlesztésében, méghozzá a leszálló egység fejlesztésében. Kik voltak ott? Na kik, Jani? A magyarok. A magyarok. Mert ez is, tehát nem csak pánik szobánk van, hanem űrszonda leszálló egységünk is. Velünk van Vizipál Gábor űrkutató mérnök. Jó reggelt kívánok, hello! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Jó reggelt! Mit szeretsz, Pált vagy Gábort? Abszolút mindegy. Mondjuk általában engem úgy hívnak, hogy Pali. Vagy azt hittem úgy, hogy Vizi úr. Pali, akkor maradjunk ennél. No, hát amit így az egyszerű lelkű rádióhallgató, aki mondjuk én is vagyok, amikor a híreket hallgatom, és egy ilyen űrszondáról hallok, akkor nyilván van egy elképzelése az embernek, de hát ez nem túl sok, és nem túl tudományos. Mit kell tudni a Rosettáról? Ez ugye a nagy szenzáció, hogy ő aludt. Ő direkt aludt, vagy véletlenül elaludt, elvesztették. Elveszett a dokumentáció. Elveszett a dokumentáció, az irányító központban nem találták azt a gombot, amivel föl kell ébreszteni. Mi benne most a szenzáció, hogy ő felébredt? Az benne a szenzáció, hogy egyrészt mi is a világűrben vagyunk, tehát a Föld, és ő is most pillanatnyilag a világűrben van, csak a naptól annyira távol, ahol a nap nem sütötte oly mértékben, hogy a napelem táblái elegendő energiát adjanak az egész eszköznek, és ezért úgy volt fölkészítve, hogy a naptól távoli részt, amikor nem kaphatna elegendő energiát, akkor azt ilyen hibernációban töltötte, de nem minden része, az ébresztő órája az nem volt lehibernálva, és úgy néz ki, hogy jól működött. Hmm. Tehát akkor ez tudatos volt, ugye? Jól értem a dolgot. Tehát nem az volt, hogy egy picit így elaludt, aztán fölkeltettük, hanem ti kiszámoltátok azt, hogy lesz egy olyan szakasz a szonda életében, amikor nincs rá kvázi minden egyes dologra, amit ő tud szükség, akkor ő aludjon, és aztán ébredjen fel, amikor cél közelben van. Így van, és ennek elsődlegesen környezetvédelmi okai voltak, azért, hogy ne legyen rajta olyan atomtelep, amelyik esetleg mondjuk környezetvédelmileg nem lenne jó, hanem helyette jó nagy napelemcálái vannak, és ezért ezzel a környezetvédelmet is szolgáltuk. Sokba fájt volna, hogyha nem ébred fel? Hát sokba fájt volna, de igazából ezek az előkészítések olyanok, hogy többszörösen redundáns, tehát ismételt rendszerek vannak. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk itt a rádióban többen vagytok, egyikőtök esetleg lebetegszik, akkor rögtön ott van csinálni. A másik. Vagy elmegy sielni, igen, mert az egy jobbik eset, és akkor azonnal úgy van a szerkezet előre megtervezve, hogy az egyik rész át tudja venni a másiknak a szerepét, sőt, ha csak egy átmeneti zavar, akkor utána minden információt át is tudjon adni egymásnak, így van az egész megtervezve. Ez nagyon helyes, hogy ilyen zöld gondolat van már az űrkutatásban is, de ez a szonda, ez most 800 millió kilométerre van tőlünk. Miért kellett? Mert megmondom őszintén, ha ez nincs ez a zöld gondolat, engem annyira nem zavart volna, sőt, talán eszembe se jut, hogy 800 millió kilométerre tőlem van egy atomenergiával ketyegő szonda. Mi az üzenet? Ettől még messzebb is vannak, tehát például a Voyager-ek, Pioneer-ek, illetve a Saturnus körül keringő üregységek is, de azok most mások. Uh-huh. Ott ők abban a távolságban nem tudnak ugye máshogy működni. Azt még ugye gyorsan hozzáteszik, hogy a Föld és a nap távolság az olyan 150 millió kilométer, ott érzi jól magát az ember. Uh-huh. Ettől távolabb, hidegebb van, mint ugye, hogyha valaki egy hősugárzótól is egyre távolabb lesz, akkor ott egyre hidegebb van. Az üstökösök már pedig ezért őrzik meg a naprendszernek az információit, mert nem alakulnak át a napsugárzásra, nem estek még bele ugye bolygóknak a felszínébe azok az anyagok,
ahol aztán az erózió átalakítja őket, tehát azért kell oda menni, hogyha azt, hogy honnan jöttünk, és majd merre felé tartunk, ezeket az információkat egy olyan égitestről lehet megszerezni, amelyik megőrzi a naprendszernek az eredeti állapotait. Hmm. Tehát a csillagászok a szüzeket kedvelik. Már hogy ő ilyen izében, ilyen égitestben. Megfőleg mi, ugye férfiak. Így is van. Hogy kerültetek ti bele ebbe a projektbe? Ezt egyszer csak így fölhívják az embert, hogy Szevasz Pali, XY vagyok, nem tudom honnan, és Houstonból. Palit vagy a Gábor szereted. Nem, a Palit szereti. Houstonból és egy leszálló egységet kéne csinálni egy ilyen gépre. Ez hogy megy? Na, ez úgy volt igazából, hogy mint minden nagy filmnek vannak ugye előzmény filmei, most már ezeket ugye tudjuk. 1986-ban menetrendszerűen érkezett a Héli nevű üstökös, és akkor erre úgy gondolták a világnak a tudósai, hogy jó lenne meglátogatni, elcsípni. Vagyunk már olyan ügyesek hozzá, hogy olyan információkat ugye szerezzünk róla, amelyeket még előtte senki nem tudott. Most ebbe hívták meg, akkor ugye a Szovjetunióban volt az Interkozmosz, amely együttműködés keretében ugye annak idején gyakorlatilag a Farkas Berci is fölkerült a világűrbe, tehát egy ilyen nagy együttműködés, és hogy mi is, tehát ugye magyarok fel lettünk kérve ennek a számítástechnikai részére főleg, meg műszereknek a készítésére, és akkor az ott elért eredmények alapján később a nyugatiak is felfigyeltek ránk. Magyarország már akkor is egy ilyen összekötő kapocs volt kelet és nyugat között, és ezért később 1997 tájékán, amikor már az a gondolat ugye megszületett, hogy a 2000-es évekre lesz olyan technika, hogy nem csak, hogy elsuhanni egy üstökös mellett, hanem le is lehetne rá szállni, akkor az akkori eredmények alapján kérték meg az intézetünket, ami akkor úgy hívták, hogy KFK-i, egy ilyen nagy KFK, és most pedig Wigner részecske és magfizikai intézet. Na, hát köszönjük szépen. Ha magfizikával kapcsolatosan van kérdésem, csak hozzátok fogok. Vannak még ilyen utazó ügynökeink a világűrben, mint amilyen a Rosetta? Hát, ha úgy gondolod, hogy a Földnek, akkor igen. A Föld nevű, hogy mondjam, bolygó eléggé tele szemeteli úgy nagyjából a környékét üreszközökkel, bár ezeknek a nagy része környezetvédelmi szempontból. Na már tudatosan a világűrbe küldött ügynökekre gondolok, tehát nem arra, hogy levált egy napelem valamelyik széthulló félben lévő orosz űrállomásról. Igen, tehát igazából, ha kikerüljük a katonai műholdakat, akkor a távoli naprendszerben csupa-csupa összemberiséget érdeklő, tehát ugye tudományos eszközöket küldtünk idáig, ilyenek voltak a Pioneer, mint már elmondtam, amelyek gyakorlatilag a naprendszer határa felé mennek, a Voyager-ök állítólag már el is hagyták, mint az előbb említettem ezt is, a Cassini űrszond, amiben szintén van némi magyar részvétel, ő immár 2004 óta a Szaturnusz körül és annak a Titán nevű hogy a körül végez méréseket, és az űrtechnikai osztályon több különböző kísérletbe vesz részt, például a Merkur vizsgálatától kezdve, hogy ugye belőről induljunk el, sőt, gyakorlatilag a napnak a vizsgálatától kezdve a Merkur, vagy Vénusz általában, hogy nagyjából mindegyikbe ideig sikerült bekerülni. Hát akkor van meló. Nagyon jó. Tehát jó hírünk van. Van munkátok, úgyhogy helyes. Köszönjük szépen neked, hogy rendelkezésre álltál. Bejebb vagyunk rozettailag. Tehát most én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhettünk magunkról. Vizi Pál Gábor, űrkutató mérnök, Magyarország. Szevasz, szia, köszönjük Pali, köszönjük szépen. 7 perc múlva lesz 9 óra, a 3-as ugrás van még hátra ebben az órában, ugye? Aha, jó. Hogy átmentünk Deltába mi? Mindent tudunk a űrkutatásról. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, hello, ki vagy, mint játékos? Jó reggelt, szia Jani, szia Feri. Szia Ági, Nagy Kanizsán vagy? Igen, Nagy Kanizsán. Azt ígérték, hogy ott ma gyakorlatilag lehetetlen lesz a közlekedés, annyi hó esik. Mi a helyzet? Igen. Van hó, vagy nincs? Hú, igen, nagy a hó. Aha, mennyire nagy? Hát egy 5-6 centi. Egy 5-6 centi. Aha, de azért egyelőre járhatóak az utak, legalábbis remélem. Mivel foglalkozol, Ági? Áruszállító vagyok. Na, hát akkor nektek jól jön a jó hó most, ha autóval viszitek. Milyen árut viszel? Autóalkatrész. Csodálatos szakmád lehet. A cég nevet is mondjam? Ne, Isten ments, soha többet nem jöhetünk be dolgozni.
Olyan büntetést kapunk. Már úton vagy, vagy még a raktárban? Most szeditek össze az árban. Jó van, akkor van segítség is, jó hallom, van, ugye? Van. Hányan vagytok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó, ez egy nagyon komoly a brigád. Hát azt gondolom, hogy bele is kezdünk a dologba, ugye? Ági egyébként szavélyető ember, felmentem egy webcamre, és nézem, Nagykanizsán tényleg van hó, és tök érdekes, hogy az idei év első havát Nagykanizsán látom, csak mondjuk az interneten keresztül. Hát kinek mi utat szoktuk volt mondani. Kezdhetjük a játékot? Ági. Kezdjük. Na, ezek a kérdések? Hát mit tudom én, hát, figyelj, írta. Szerintem az első kettőn át fogsz majd zakatolni, aztán a harmadik az talán egy picit megfog, de hát a harmadiknak meg ilyennek kell lenni. Há, igen, okay. De az is tudható így most, ahogy nézem. Itt nekem papírból legalábbis. Na hát akkor az első kérdésünk következik, mi az ajándék? Nyakbalkasztom. Melyik szigeten található az Etna nevű vulkán? Szicília. Így is van. Így van. Menő. Európa legnagyobb működő vulkánjáról van egyébként szó. Menjünk-e tovább, Ági? Hát, menjünk, azt mondják a fiúk, menjünk. Persze, bátorság. Egér a letétért vagy szatyorért. Ki volt Magyarország királya a Múhi csata idején? Könnyű. Nem ugrik be. Gondolkozzatok egy picit. Ajaj. Mérgesek lesztek magatokra. Negyedik Béla. Így van. Ez az. Pontosan. Ki volt az okos? Hát az Árpád. Szép volt Árpi. Így van, ez ugye a második hónalapítónak is szokták nevezni, pontosan azért, mert ugye a tatárjás után Magyarországot újjáépítette. Jó, mehetünk tovább a sapkáért? Persze, menjünk. Na, figyeljetek akkor. Ne kapkodjatok. Melyik sportág ötszörös olimpiai bajnoka Keleti Ágnes? Keleti Ágnes. Uh-huh. A nemzet sportoló nője. Tornász. Éj, is, na, jó, ez a tapsot neki. Igen, megvan minden. Ági, gratulálunk. Gratulálunk. Nem tudom, hogy osztoztok a három darab ajándékon. Mindent heten. Valahogy oldjátok meg. Egyébként brilliánsan mentetek végig a három kérdésen, úgyhogy ennyi. Vihetitek tovább nyugodt szívvel az alkatrészeket. Jó? Köszönjük szépen. Köszönjük, szia. Sziasztok. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc múlva lesz 9 óra, folytatjuk a friss hírekkel, a következő órában pedig ugye péntek van, lesz Peti hetesünk, ez nem kérdés, és indul a dal, az Eurovíziós Dalfesztivál felvezető programja. Belehallgatunk majd lehetséges módon egy-két nótába, de ennél még sokkal fontosabb, hogy fölhívjuk Gundel Takács Gábort, hogy meséljen nekünk, változott-e valami a dologban, ő izgul-e még, tördeli a kezét, amikor a Filip megszólal és értékeli a dalokat. És nagyon örülök neki, hogy a tudomány és a technika vívmányai mellett egy kis szórakoztató kulturális pillanatot is tudunk majd szerezni a kedves hallgatóknak. Ez lesz a következő egy órában. 9 perce múlt, 9 óra, jó reggelt, sziasztok! Megnyugtatás véget azok számára, akik nehezen tudják elképzelni az életüket a Balázs nélkül, hogy hétfőn már itt van. Vannak ilyenek. Vannak, persze, hát mindenki van. Ja, hát meg is van család. Így. De ők elmentek külföldre. Valahova egész máshova jól érezni magukat. Hát hétfőn már ismét teljes lesz majd a hármas. Baleset az M1-esen Győr felé a Bábolnai lehajtónál. 2 autó a Szántóföldön zajlik a mentés. A leálló sáv van lezárva, ezt Levi írta nekünk. Tehát elmérték a forgalmat, ugye nem akadályozza, ha csak nem állnak meg bámészkodni a tisztelt autós társak. M19-en a győri kivezetőnél Fehér Szeádból mérik a Győr felől érkezőket, ezt Ati írta nekünk. Hát vagy ott is havazik. Vagy az van, 8-as főút, 117-es kilométer, nyugatra elkezdődött a havazás, fennakadás nincs. Könyves Nándi írta, Pesti rakpart délfelé katasztrófa, Joli írta meg nekünk, jöhetnek a közlekedési infók, megosztjuk a többi hallgatóval, 0670-645-0000. János, mi a helyzet a BKK oldalán? Azt mondja, hogy azt nem tudom, de hogy a Kékestetőn van már hó, az biztos, mert itt kis webcam, tessék, imádom komolyan, hogy beütök ide az internetre valamit, meg pedig azt, hogy Kékestető webcam, és abban a pillanatban látom, hogy az északi sípályán jelenleg van-e hó, és van. Király, akkor több. Lehet menni oda is, síelni a hétvégén, meg csúszkálni, szánkózni, kinek mi jut a téli sportokból.
jó szívvel ajánljuk mindenkinek hazánk tájait. Így van. Hát persze, a tájuk, és ebben a tekintetben mondjuk hitelesek is vagyunk, a téli csoportok tekintetében már nem annyira. Ha, annyira nem. Na, a tudományos értekezéseink után, amelyet az elmúlt egy órában hallhattatok, szerintem jó arra büszkének lenni, hogy a magyar fejlesztő mérnökök ott vannak egy ilyen űrszondánál, ezért is adtunk ennek teret. Jöjjön a fertő, jöjjön a legalja, a Peti hetes. Bocs, Peti. Ma egy viszonylag kevesebbet bulvároztunk egyébként, úgyhogy ennek is eljött a pillanata. Peti ugye minden héten a hittörténéseit mondjuk ilyen dalos formában újra felveszi, és foglalkozik velük, és nyilván sajátos humorával felvértezve. És amiben ő otthonosan mozog, ahogy szoktuk mondani, az ugye az altesti humor, a szex és a puki. Lubickol a csöcsben. Ez a kettő, illetve akkor ez a három, bocsánat, aminek nagyon-nagyon jól megy, és ezt mi egyébként tőle nagyon-nagyon szeretjük. Azt elmeséltem nektek reggel, hogy voltam a Kassa Tibinél tegnap felvételen, és egyébként részese lehettem annak a csodának, hogy az egyik bezárt ajtajú helyiségből a nagy duett új párosainak éneke hangzott. Lesz meglepetés, és a meglepetések közül tudunk már egy csomót. Tudjuk azt például, hogy Hajdú Peti büntetése után az első szériára, ha emlékeztek, most az ő kedves, nagyon-nagyon szép és aranyos nejét fogjuk majd meghallgatni. Sarka Kata is megy, és bízom abban, hogy sokkal jobban énekel, mint a Peti, mert ott azért voltak gondok. De legalább jobban néz ki. Igen, viszont a Hajdú Peti meg a showval elvitte a bulit, tehát lehet, hogy szeretni, nem szeretni, az biztos, jó volt, szórakoztató. Egyébként rajta röhögtél, vagy vele. Próbáljunk meg így fogalmazni, tehát ott lesz például Sarka Kata, és van egy másik nagyon jó páros is, a Nagy Duett műsorában fellép majd Gyúrós Laci. Na, ő ki. Ugye, hogy így nem ismered? Hát ezt a nevet egyébként Peti adta neki, a Csóró Lali mintájára Gyúrós Laci, és úgy hívják a fiatal embert, hogy Fekete László. Szerintem, az nagyon nagy lesz. Szerintem óriási ötlet. Hát biztos, hogy meg fogom nézni. Óriási ötlet. A párját mondom nektek, Nótár Méri. Nótár Méri, aki nagyon helyes, nagyon jól éneklő hölgy. Na most mellette képzeljétek el a nettó 150 kilójával Fekete Lacit, tehát a pálcika is. Mondjuk a gyúros jelzem végig is értődne a Laci. Az biztos, mert ő ugye nem csinál ilyet soha, ő csak eszeget, ő csipeget egyet. Csipeget, eszeget ezt-azt, és aztán ebből kovácsol valami erőt, de biztos, hogy érdekes lesz, ahogy ő fog majd a színpadra lépni Nótár Mérivel egyetemben. Hát Laci a produkcióját pedig már előre szeretné jelezni Peti, hogy ő is igényt tart majd Lacira, mint sztárfellépő. Szakítok. Itt a Gyúrós Laci és a Laci Pop. Énekesként térek vissza, erősebb vagyok, mint a Pista. Néha kell a média hakni, mert sok kaját kell a számban rakni. 4 év múlva leszek 60, de lecsúszik még egy egész vadkasz. Gyúrok, szakítok, Hungaria, Laci Pop, zsonkák, karajok, ettől leszünk karajok, tuskót hasítok, ütök, mint a Laci Pop, kolbász, dagadó, a pólomasra tapadó. Ma este főzni nekem, amíg ezt énekelem, majd hangnéva nyomatom a slágerem, és a rongyosra izzadtam a trikómat, de megeszek egy egész trikólat. Úgy pörgetem én a bulit, mint a hátsó traktorgumit, tolok egy lavó rántott csivét, csipőből osztom az igét, menőbb vagyok, mint a Toldi, ne szólj hozzám, Sobert Norbi, tömény izom, durva test, éjjel-nappal gyúr a fest. Ma este főzi nekem, amíg ezt énekelem, majd hangnéva nyomatom a slágerem, és a rongyosra izzadtam a trikómat, de megeszek egy egész trikólat. Megeszek egy egész trikólat. Mi nagyon volt? Jó volt. Hungari? Hungari. Laci Pop. Laci Pop Hungari. Nekünk tetszett, nem tudjuk, hogy ezen az ösvényen mennek-e majd a Nagy Duettben, ott ugye nem csak mulatost kell majd énekelni, de a Nagy Duett egyik párosa lesz Fekete Laci és Nótár Méri, ez a Nótár Méri és Fekete Laci, úgyhogy nagyon szorítunk nekik. A következő hírünk nagyon jó, nagyon izgalmas. Nagy-Britannia szerte most már egyre több katonai létesítményt fosztanak ki. Ami azért izgalmas, mert azon gondolkodik, hogy katonák vannak, azok nem vigyáznak rá. Mi kell nekik? A ruha, a kaja, vagy a fegyver? Tévedsz. A Viagra. És itt jön az ujjabb. Ne, mondd már. Miért katonai létesítményekben tartják a kék pirulákat?
Igen, mert én is azt gondolnám, hogy ők kifosztják a konzervkészletet, hát ott ugye jobb a páncélos, mint itt Magyarországon, fegyvert visznek el, vagy ruházatot, nem, Viagrát visznek el, és hát gyakorlatilag az egész Szigetország röhögött a híren, és megkérdezték a védelmi minisztert, aki azt mondta, figyelj, minden követ megmozgatunk, hogy megtaláljuk a tetteseket, és elnyerjék méltó büntetésüket. A Viagrának pedig többféle alkalmazása is létezik, például kiváló hatással van az alacsony vérnyomás, valamint a tériszony kezelés. Mire vált? Ellensúlyozni akarják a brómos teát, amit a seregben szolgálnak föl, vagy pedig ekkora baj Britanniában, hogy már fegyverekkel kell védeni a Viagra szállítmányokat? De mi állócövekkel jobban harcolsz, hogy nem is értem, hogy minek valót. Minden esetre Peti megénekelte a hírt. Egy tablettát kapott reggel a legénke, és délre már bizony azt vette észre, hogy pihenőnél is vigyázva áll. Egy sátor lett estére az ágyból, de elege van már a sok merev szabályból. Csőre töltve ellenfél nélkül lesz gáz. Ma most van bajban a katona, mert látszik a dudora, éles a szúronya, de hova szúrja, azt nem tudja. Na most van bajban a katona, mert végre már blúzona, becéloz egy öles fát, de beteríti zubonyát. A kihagyhatatlan. Bajban a katona. A humorforrás. Na hát akkor ez van a Viagrával, most már ezt is tudjuk, és nem maradhat ki, szerintem Polgár Peti most már szerelmes a VV-be, vagy VV6-ba, vagy az ott szereplő lányokba, még nem tudom egész pontosan. De igen, meg könnyű prédának tűnne. Így is van, meg most már minden héten van erről hír. Itt a Laci, ami szerkesztőnk, összeírt nekem egy összefoglalót a VV6-ról. Te, aki nézed, belefutsz, hát úgy helyen közel. Aurélió Teóval akart szexelni, de Teó inkább Alexával leszbizett. Aurélió erre sírós hisztiben tört ki, majd bizonyításképpen orálisan akarta kielégíteni Teót, de ezt nem sikerült befejeznie. Na most az nem baj, hogy én ezt nem értem, ugye? Nem. Majd Feri majd utólag. Jó, de csinálnak rendet. Kibogozod a szállat. Tehát megy bent a villában az megy, akció. Megy, igen, és több megy benne, mint az előző évadokban gyakorlatilag bármikor ennyi idő alatt. Vagy az összes. Igen, kicsit sűrű az esemény. Meg volt az első nagy szex is, ugye? Simon becsajozott. Elsőként mindenki legnagyobb megdöbbenésére amúgy. Miért ő nem olyan csávó? Hát ő ez a kis nyüzüge, tudálékos, okostolyás, a tréfarépa, a humoros ráca, nem tudom. Aha, tehát, hát hogy, az lehet hogy, egyébként vonzó. Na, őre gondolt volna mindenki szerintem, hogyha voksolni kellett volna arra, hogy ki lesz utoljára. És milyen a Charlotte, akivel hát avatta? Hát Charlotte pedig egy gyakorlott. Ja, ő gyakorlatilag leányzó. Na majd rákeresek a dal alatt, tehát a VV6 heti történéseit énekelte meg Peti. Langyos téli este, minden csávó azt kereste, hogy ki az a táma, aki ez máma még. Befér egy makkináj, itt ez a nyakka Aurélia, nem segít se helikopter, se pia. Bizonyítanak végre, de az erőködésnek befuki a vége. Yeah, yeah! Hiába megy a jégre, mert ő még ott sem talál lékre. Már azt hitte, benőzött, de végül ágyékra betődött. Előtte hiába volt kis leszbi, a helyzetet mégsem hagyta veszni. És lenyom egy síros hisztit, közben a hangja, mint a Limp Bizkit, a nyelvével érvelte, hiába költözzön inkább a nyaló világba. Közben a gyúros Józsi sem tudja, hogy kinek kell a pazi harcsa. Hol biztos, hogy már neki is marad a marok marcsa. Üljenek a Simon ölébe a lányok, üljenek a Simon ölébe a lányok. Ő a Simon mágus, hát mindadjátok fel! Yeah!
hűljenek a Simon ölébe a lányok. Na, látja, jó, hogy egyébként egy jó kis csapda alapra, így van. Fiúk ölébe a lányok. Na hát akkor van mit nézni a televízióban, aki rá van izgulva erre a dologra, van történés. És lesz történés a Magyar Televízió egyes csatornáján, nem mintha eddig nem lett volna, de holnap indul az egy éve várt dal. A dal. A dal, és mi is érintve leszünk természetesen, hiszen Csiszár Jenő személyében megint lesz tagja, olyan tagja a zsűrinek, aki a Klassz FM-hez is kötődik. Így van, és hát valószínűleg a dalokkal is fogtok majd találkozni, ugye, amelyek ott elhangoznak, azok nálunk is elő-elő fordulhatnak. Azt épp el kell mondanunk mindenféle nyalás nélkül, hogy egyébként ez a fajta fölkészítő műsor, ami elvezet az Eurovíziós Dalfesztiválig, ez oly siker lett, hogy egy csomó külföldi csatorna átvette. És megcsinálták ugyanezt, hogy van egy ilyen nemzeti előválogatás, követheted az eseményeket, megnézheted, hogy mi a helyzet, kikre akarsz szavazni. Azt nem tudom, hogy mennyire változnak a szabályok. Most 30 indulónk van, lesz 3 elődöntő, 2 középdöntő és 1 döntő, az majd február végén, és utána lehet menni a dalfesztiválra. Egy adásból 3 dalt a zsűri, 3-at pedig a tévénézők szavaznak majd tovább, és akkor így áll össze szépen a végső nyertes. Hát a tavalyi győztesről azért beszéljünk egy szót, Báj Alexről, hogy neki van posztja ebben a műsorban. Ő kommentátor lesz. Kommentátor lesz. Gyakorlatilag, hogyha fölmegy az ember a dalnak a honlapjára, akkor már ott láthat is egy rovatot, Báj Alex kommentátor elnevezéssel, és hogyha erre rákattint, akkor lát egy csomó ilyen kis videóbejegyzést tőle, ahol méltatja, véleményezi az eddig általa meghallgatott pályaműveket. Ha, ja, ezek már vannak, ugye? Így van. Már meg lehet őt nézni. A zsűri annyit változott, hogy Kovács Kati ugye bekerült még, de ott lesz a Filip Csiszár Jenő és a Rúzsa Magdi is. A műsorvezető pedig Novodomszki Éva és Gundel Takács Gábor! Gundi! Szevasz! Szevaszok, jó reggelt! Rád mindig számíthatok, Feriként. Jó reggelt! Jó, hát most akkor nem foglak ezen túl így fölkonferálni. De, hát mától, abszolút nem. Mától hát, nem kedvellek. Hát, ahogy na, ő hype-ol, úgy nem hype-ol senki. Nem, én őt szóltak felett, már nem vállalok be semmit. Mi van, fordít, vajtok be közben. Én abszolút pozitív voltam. De, ne viccelj, te is. Na, jó reggelt mindenki. Szia. Hello, Gundi. Hétvégén indul a műsor. Valamit változik-e a dolog a tavalyihoz képest? Van-e olyan új elem, amire szerinted érdemes odafigyelni? Hát ez igazából, ez a formátum elég jó bevált, hogy 30 induló van a televíziós versenyben, amit nekem nehéz megszokni, hogy előbb vannak az elődöntők, aztán a középdöntés, a végén a döntő, mert a sportban ez nem egészen így van, de most már rábólítottam, mert a lányok, akik tavaly ezt kifundálták, meggyőztek róla, illetve elmagyarázták, hogy ez miért van így. Szóval lesz 3 elődöntő, aztán miért, a két középdöntő. Ne haragudj, melyik sportban van előbb a döntő, és aztán az elődöntő? Nem a döntő, hanem előbb van a középdöntő, aztán van az elődöntő, és aztán ja, van a döntő. Ja, az úgy igaz, na, igen. Jó, tudtad, hogy nem kell velem beszélgetned ma reggel, ugye? Te kérdezted. Ja. Szóval de egyébként bevált ez a formula, tehát ez tavaly is jól működött, és idén is marad ez a változat. Hát annyi, hogy most nem 5 tagú a zsűri, hanem 4 tagú. Ugye a Rakoncai Viktor volt tavaly még zsűri tag, hallottam, hogy beszéltetek már erről. Igen. De ő most szerzőként szeretett volna indulni, és lesz is dala. Azt tudjuk, úgyhogy... hogy egyébként kinek szerezte ezt a dalt? Tessék? Azt tudjuk, hogy kinek ír dalt? Hát tudjuk, mert többet is beadott, de most hirtelen fejből meg nem mondom. Ja, biztos akart meg. Persze valamelyik csak bejut. Hello, sziasztok. Jól jön. Akkor, figyelj, ez neked. A Wolf Kati dalának is ő volt az egyik szerzője, tehát azért működik a dolog, meg azért indult a versenyen is, hogy ismerjenek a... Nagyon tehetséges zeneszerzőről van egyébként szó. Szóval, ahogy amúgy végignéztük az indulóknak a listáját, azt látjuk, hogy a tavalyhoz hasonlóan van egy csomó nagyon ismert név is, mit tudom én, Vastag Tamás, Olaj Bolya, vagy éppen Király Linda, meg vannak olyan kevésbé ismert, mondjuk így nagy közönség számára kevésbé ismert, de egyébként már nagyon rutinos előadók, mint például a Belmondo, vagy a Mystery Gang. Hát igen, és vannak olyanok, akik meg aztán ugye abszolút az ismeretlenségből törnek el, nyilván van egy réteg, aki ismert őket. Megmondom őszintén, hogy már tavaly számítottunk rá, hogy az fog történni, ami egyébként történt. Tehát most körülbelül 450 dalt neveztek be. És ebben nincsenek olyan dalok, hogy a Pistike a hátsó udvarban a saját dalát fölénekelte Kazettás Magnóra a 3 éves korában kapott Bádog Dobra hangszerelve. Aha, pedig vannak, akik ezeknek örülnének elsősorban, például Balázs nagyon értékelni ezeket a dalokat. Hallottam, hogy a Balázs már szabadságot vett ki, és már ül a tévé előtt, amikor kezdődik a dal egyébként. Hát, hogy szóval ilyenek nem indulhattak,
hanem voltak bizonyos paraméterek, hogy már kellett, hogy legyen lemeze, vagy legyen menedzsmentje, stb. Tehát 450 ilyen dal indult. Mi arra számítottunk, és szerintem most már ezzel is mondható, hogy ez egy ilyen össznépi magyar fesztivál, nem akarom azt mondani, hogy táncdal fesztivál, még a dalt is nehezen mondom, mert ugye azért van, például a depresszió, ugye vannak azért keményebb vonalat képviselő. Azért attól az még egy dal, Gundi. Az még jó. Én meg zenében nem vitatkozom veled, mert abban előre vagy, de mindegy, szóval hívjuk, ahogy akarjuk, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen nagy magyarországi megmérettetés, egyfajta nagy közös zenélés, és mellesleg a győztes ki fog jutni majd az Eurovíziós Dalfesztiválra, amire persze nem feledkezünk meg, de igazából azt gondolom, hogy itt nagyon sokan, és látszik, tehát az, hogy egy Olái Bolya most elindult egy ilyen versenye, vagy egy Belmondó, akik már tényleg nagyon régóta ott vannak a pályán. Jó, hát nyilván egy Zorán vagy egy Presser soha nem fog ezen elindulni, nem is ez a cél, de azért azt gondolom, hogy az, hogy 450 elindulnak, és ilyen nevek is, az azt mondja, hogy ez fontos lett valamiért a zenei szakmának, illetve a zenei közösségnek, hogy ezzel megmutassa magát. Egyébként én nem azért mondom, mert nyilván egy picit így közel áll, illetve nem picit a zenei ízlésem, ez mondjuk a depresszió, de szerintem az egy tök jó dolog, hogy a zenei értelemben is sokkal szélesebb palettáról lehet válogatni. És nem csak pop dalok vannak. Mindig jó, hogyha több mindent meg tudsz mutatni. Nekem név alapján a To Beat or Not To Beat zenekar, illetve a Bülbüls az, aki közel áll. Fogalmam nincs, hogy kik ők, egyik sem. Én bárja legszorú tudtad tavaly, hogy kicsoda? Nem, azóta is bánom, hogy megtudtam, de ezt most... De most sem tudja. Figyelj, Feri! Csak egy dolgot hadd mondjam. Egyrészt a közönség szavazattal győzött. Így van. Másrészt, amikor tavaly az Eurovíziós Dalfesztivál Malmöben odajött hozzám az izlandi kommentátor, és azt kérdezte, hogy mit jelent az, hogy Mics Mocs Mács, amit énekel az Alex, mert ő ettől nem tud szabadulni, és állandóan ezt énekli, akkor ebben azt kell mondani, hogy ebben van valami. Nyilvánvaló a zene az egy szubjektív dolog, és főleg akkor, hogyha ilyen sokféle zenét hallgatunk még egy ilyen fesztiválon, akkor lesz olyan, ami tetszik, lesz olyan, ami nem tetszik, mert mindenkinek más a zene ízlése. De szerintem ez nem baj. És azt ne feledjük el, hogy igen, jó helyen végzett Bája Alex, ugye? Hát így van. Van hetedik lett ő tavaly, vagy... Tizedik lett, már harmadszor egymás után be tudtunk kerülni a döntőbe. Szerintem egyébként azért is jó ez a magyar válogató verseny, mert jó eséllyel választ ki a zsűri, illetőleg aztán a közönség a végén egy olyan dalt, amelyikkel nyugodtan elmehetünk egy ilyen Eurovíziós dalversenyre. Na hát ez reméljük, hogy így történik majd az idén is. A maga a fesztivál kint, vagy hát a dalverseny, az Eurovíziós dalverseny, azt szerintem kommentátorként az egy hatalmas megpróbáltatás ott azt végignyomni. Most már évek óta te csinálod, te utazol most is? Feri, ezt látta az arcodon azért most. Ha valaki ezt nagyon tudja, akkor az a Gundi. Na, igen. Tehát te mész megint. Ez egy nagy munka, igen. Hát én fog menni, nagy munka, azért ez egy nagy buli szar. Benne lenne egy ilyen nagy kavalkádban, és egy ilyen nagy televíziós nemzetközi stábban, az mindig érdekes. Mindig lehet másoktól tanulni, mások hogy csinálják, hogy közvetítenek, stb. Tehát van olyan ország, amit én egyébként nem tartok jónak, aki kifejezetten azonnal minősíti a kommentátor, illetve egy szakkommentátor, na ez jó volt, ez rossz volt, szóval kicsit ilyen trash talk van. Én ezt nem szeretem, és jobb szeretem rábízni a nézőkre, azért néha finoman az ember jelezhet egy-két dolgot, de azt gondolom, hogy inkább a minősítés a nézők dolga. De szóval ez egy nagy buli, egy nagy kavalkád, egy nagyon nagy televíziós munka, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Ez látszott is, legalábbis eddig, majd meglátjuk, hogy most még tudsz kihozni belőle. Szerintünk ugyanolyat. Jó, akkor holnap este már izgulhatunk, és akkor egészen február 22-ig, ugye, akkor így van a döntő. Tudom, így hogy nem lehet ilyet kérdezni, hogy személyes kedvenc, de, és ne is árulj, tehát nem mondj zenekar vagy előadó nevet, de volt-e olyan dal, amire hallottad, hogy a zsűri így nagyot csettintett, hogy azt mondta, hogy hát apám, ez szerintem ez benne van. Hát nézd, effektíve az, arról a pillanatról, amikor a zsűri összeállt és csettintett egyet, az arról lemaradtam sajnos. De... Pedig akartál menni, de nem engedtek oda. csak egy példát, ha azt mondjuk, a Jenő, a Csiszár Jenő, aki ugye nálatok oszlopos tag a Klassz FM-nél, ő azt mondta, hogy a szemben a tavalyival idén mind a 30 dalt plusz 5 tartalékot, mindegyiket elküldte úgynevezett ilyen rádiós tesztelésre. Uh-huh. Mert mind a 35-öt elég jónak tartotta ahhoz, hogy akár játszhassa a Klassz FM is. Ez tavaly 10-12 volt.
Tehát azt gondolom, hogy ennek megfelelően mindenki, a zsűri tagok is külön-külön meg, szóval minden néző meg fogja találni a saját kedvencét. Én is, de valóban ez hadd maradjon az én tippom. Nem is kértelek, direkt azért nem is kértem, csak hogy van-e érzetre olyan, erre próbáltam fényderíteni. Amire azt mondja az ember, hogy az én érzésem az nem mérvadó, tudod, még két évvel ezelőtt a Fábián Julit imádtam nagyon. Én is. Tavaly meg a Mrs. Kalambót szerettem nagyon, de hát az meg az én zenei ízlésem, az a kis finom jazzes kis. De szóval idén is lesznek olyan dalok, amikor még te is mosolyogsz, értem. Igen. Most pedig a depressziót komálod, de rettenetesen. Csak miattad, Jani, csak miattad. Egy kitűzővel, amelyik hasán fog Gundi megjelenni depressziós, vagy hajrá metál. Gundi, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésre álltál, és akkor ügyesek legyetek, figyelünk. Igyekszünk. Köszönöm, szevasz. Egy perccel múlt el, 9:30, hamarosan jövünk a nap legjobb pillanataival. 7 perccel múlt el, 9:30. Miről belehallgattál valami eurovíziós dalba? Vagy? Nem, belelapozott egy UKM-be. Az majd emlékeztek az a délutáni program lesz Zsülnél. Emlékeztek végre? De hogy tényleg, hogy egy lapnak ennyire ilyen, hogy is mondjam, csak ennyire közmondásosá váljon a neve, érted? Tehát, hogyha valaki akart mondani valamit, akkor rögtön ezt bedobta, mert hogy ez volt ugye az első. Hogy ennyi, mondjuk én csak néhány lapszámba lapoztam bele, néhány százba. Hát, amik igen, tágította a világnézetünket, fogalmazzunk így, UKM. Trafi az 51-es főúton Bátya belterületén, Srek írta nekünk, M3-as Debrecen irányába a 106-os kilométernél trafi van, ez pedig Kornéltól kaptunk. Egy jó Katy Perry vezetett ki bennünket a péntek reggelből, és vezetett be bennünket a hétvégében. Bizonyám, nem olyan jó, mint az a depresszió dal, amit majd megnézhetek a színpadon, a Dal című műsorban, de azért ez sem volt rossz. Melben. Azt gondolom, hogy ver mindenkit. A depresszió a rock főleg. A dal honlapján egyébként az összes dalt meg lehet hallgatni, aki egy kicsit szeretne előre tájékozódni arról, hogy mi lesz szombaton. Szevasz, Csabi! Csabi! Jó reggelt, szevasztok! És akkor Csabi, megelőzöm a kérdéseteket. Hogy lesz-e nálad olyan dal, ami a dalban? Így van, mert hogy annyit beszéltetek róla, hogy én meg fogom mutatni a következő órában a Kálai Szandersz Andrásnak az újdonságát, amivel szintén ő is ott van, mint az elmúlt években. Uh-huh. Mindannyiszor, és mindig jó dalokkal, és volt, hogy már nagyon-nagyon közel volt, ugye tavaly is pár szavazaton múlott, hogy nem ő nyert, de most megint megméreti magát a Running című dalán. De jó, nagyon jó dolgokat ír. Csabi mindenkinek minden kívánságát teljesíti, úgyhogy akkor meg is ragadnám az alkalmat, és megkérnélek rá, mert tudom, hogy neked be van kötve, fűzve az összes szám belőle, hogy az első évfolyamat az UKM-ből. Hogy nosztalgiázzak. Fétek, nézzetek, csak az SMS falra rengeteg megfejtés érkezett, bár nem kérdeztük, de nagyon sokan sokféleképpen értelmezik ezt a rövidítést. Ősterei Kinder magazin, öreg katonák magazinja Kazitól, ökumenikus keresztény magazin. Zolitól az Ősterrej Kultúrmagazin, STB. Jó, hát akkor nem csak nekünk volt meg. Persze, ez korszakos dolog. Szerintem az első, amihez hozzájutottál, ez annak idején az volt, és örültünk neki, lapozgattuk, nyálazgattuk azon már az oldalakat, ugye át, és meg kellett hát érni. Ennél többet csak a magyar közlönyt olvasnám, de tényleg. És az is adott ennyit, mint az ÖKM élményben. Csabi, mi a helyzet? Sport? Erről a Garamir jut mindig eszembe, hogy aki azt mondta, hogy a fürge ujjakat bámulta. Azt szereti lapozgatni. Képzeljétek el, nagyon furcsa dolog van ma, a házasság évfordulón van ma. Miért ti házasok vagy? De jó! Hát nézd már. Azt hittem, hogy ezt mondod, hogy kakilom kell, de nem tudok. Az megy. Én azt hittem, hogy ti vadházasságban éltek. Úgy éltünk nagyon sokáig, aztán 2 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy... Igen, de Laurával nem. Jó. Bemegyünk egy házasságkötő terembe, ahol tulajdonképpen az én jó barátom, zenekarom billentyűse, aki feljogosítva vagyon, hogy összeadjon minket, ő volt az, aki azt mondta, hogy na, akkor legyetek házasok. És ő pap játszik a zenekarodban? De, a polgármester, aki ugye az anyakönyvvezető jelenlétével, de megteheti, hogy összead. Ezen kívül ott volt még az én unokatesóm, az Iti, aki volt az én tanúm, meg az Andi nevű lány, aki éppen ezekben a pillanatokban fogja megszülni első gyermekét, ő volt a Laurának a tanúja. Amikor az Itit elhívtátok, akkor volt egy kis vacilálás, hogy na most vagy ketten jönnek, vagy az Iti. Legyen hely, mi? És az Iti eleve úgy jött, ez egy szerdai nap volt, rohannom kellett, ugye 3-ig adásban voltam, 3:30 volt az esküvő, és addigra az Iti már Gianni-tól hozott pizzával várt minket. Nagy buli volt akkor. Igen. Ez volt aztán később a lagzi része. És akkor ma készülsz ugyanúgy egy hideg pizzával, mire hazamész? Nem, megmelegítjük. Ma ez változatosság. De tényleg nem ünnepeltek valamit, gyerekeket lepasszolni valahová? Gyerekeket mi nem szoktuk lepasszolni, ha ünnepelünk, akkor velük együtt. Aha.
Az jóra gondoltam valami kis program, kettesben, romantikusan, semmi. Ja, két év után erre már nincs szükség, értem. Nem viccelj már. Jobban jártatok a pizzával, mint hogyha papfújtó tésztát rendeltek tőlük, mert akkor valószínűleg utána nem lett volna semmi romantikázás. Teljesen készülünk most. Egy kisebb fiam, a Dudi, ő végig az esküvőn pókember jelmezben. Még az állarc is, vagy a maszk is a fején volt. Jó ideje. Ez maradt meg, hogy ott volt az esküvünkön a pókember. Fénykép nincs. Hogy ne lenne. Hozzám a hétfőre egyet. Jó, nem tesszük ki sehol, csak én kíváncsi, hogy okay. Megnézni, olyan aranyos nem. Lehet a gyerek. Figyelj, akkor a reggeli rebel jelt, amit neked ajánlottam, akkor mind a kettőtöknek, jó? Köszi. Na, így utalom. És további sok boldog éveket. Nagyon szépen köszönni. Így van. A naphallgatóját szeretném, ha fölhívnánk. Ez az, nem lenne baj, ha valaki jönne. Érzi, nem tudnék társázni. Érzed ugye a nyomást magadon mostannak. Szia, Anna, mit főzöl a hétvégén? Azt, amit te ajánlottál, mert megtetszett az a marha húsi. Nem mondod komolyan. Igen, megyek, beszerzem. Jaj, most ezzel lelőttem. Nem baj, az tök jó, hogy elmondtad. Ennyit mondtam. A marhát lelőttél. Egy képzeld el. Ebből még sok minden lehet. Igen, megyek, beszerzem. Igen, ha el nem cseszed, ugye, hogy szokták mondani. Na. Én azt csinálom. Kit hívtunk? Mit főzöl, mama? Ja. Még én se tudom. Ez? Nem vagy új van? Morning Show! Jók vagyunk! Mondasz egy kereszt nevet, mert nem írtad alá. Zoltán. Zoltán, ugye beszélgettünk arról, hogy a magyar űrkutatók, űrfejlesztők megint benne vannak, nem hogy a top 10-ben, hanem első helyen egy űrszondának a leszálló egységét csinálták. A Rosettának. A Rosettának, erre írtad az SMS-t. Mit csinál az űrhajós, ha elfogy a vize? Űrkutatás. Hát igen. Ja, mi szeretjük ezt. Ha, ez beteg volt, de mi szeretjük az ilyeneket. Így van, mi is betegek vagyunk, hogy értékeljük. Így van. Így is van, úgyhogy küldünk neked egy ajándékcsomagot. Nekem se volt még külföldi barát, nem csak. Ott ezért mi? Hát ez ki az, aki értené? Ezt nem tudom, hogy plusz ajándék van-e, majd a reklámblogból ez kiderül, de az biztos, hogy a Morning Show-s ajándékcsomag a tiéd, úgyhogy gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Honnan írtál egyébként az SMS-t? Hol élsz? Budapestről. Budapesti. Jó, köszönjük. További szép napot, szép hétvégét. Földbolygó. Ja, és földbolygó. Jelentkezem. Haló. Szevasz. Szervus, sziasztok. Szia, jó étvégét. Na, Feri, hát felteszem azt a kérdést, amit nyilván Balázsnak kéne feltennie, mondani. De... Mi lesz a lesz megint valami itt főzöl marhából? Lesz egy kis pirított, nem tudom milyen, akármicsoda sok fűszerrel? Nem lesz. Egy olyan dolgot hoztam most, tökelmentes. Más hozzá kell tenni ebben a műsorban, mert egyébként megkövezik az ember. Van egy csomó olyan alkatrész a húsvilágban, amit mi nem szívesen használunk mi magyarok, mert azt gondoljuk, hogy például a marhából ugye a bélszín a legjobb, meg ha pörköltet főz, akkor comb, és van egy csomó olyan rész, amit viszonylag olcsón lehet megkapni. Például a kutya elledelként, nem, hanem ilyen a szegy, és ilyen a nyak. A marhanyak, amit az átlag magyar házi azt mondja, az így azt gondolja, mert hogy sose használtuk, tudod, kikopott a köztudatból, pedig ezeket régen nagy előszeretettel használtuk, ezeket a részeket. A nyak az rendben van, de a szegy az nem elmentes. Miért ne lenne? Ja, tényleg. Hülye vagy. Köszönjük szépen, a receptet már megtaláljátok a Facebookon, tök egyszerű, nem kell hozzá szinte semmilyen előkészület, fölteszed, elrotyog magában, és utána egy ilyen rettenetesen puha, szaftos húst kapsz a végén. Írtózatosan jó. Na, de mit teszel hozzá? Kérlek szépen, van neki egy saját mártása, mert ő abban fő meg, abban párolódik a hús, és innentől kezdve azt, én például fehér kenyeret eszem hozzá, csemege uborkával. De miért nem batyút? Lehet hozzá batyút is, csak az ebben az esetben annyira nem jó. Valaki írt a batyúról, de túlról nagyon jó, csak ez a batyú, ez nem ér. Hétfőn jövünk majd vissza. Ja, hát várjál azért egy zenét. Ja, már ajánlották. Ajánlottam, viszont nektek nincs hiányérzetetek? Semmi, ugye sport. Nem tudom, két napja nem beszélünk a sportról. Az nem. Ja, sportoltál valamit az elmúlt napokban? Nem hetekben, én, hanem csak... hogy a tenisszel mi van. Tehát, hát figyeljetek, annyira nem. Most itt a gyakorlatilag az Ausztrália Opennek a mondhatni egyik legizgalmasabb meccse zajlik jelenleg. Most mindenki hozta a saját adogatását, ahogy én látom, vagy ahogy értelmezni tudom. Ja, nem, ez egy másik sporteseménynek az eredménye volt. Na mindegy. Szóval, hogy Rafael Nadal és Roger Federer játszik jelenleg. Hétfőn erről sokat fogunk majd hallani persze. Magától a mestertől, mert hogy Balázs visszatér, úgyhogy ismét hárman leszünk majd. Így van. Így, hát mi, hogy nem másképp. A Balázs 6-tól, mi meg majd 7-től. 061-555-5500, a kívánságműsor telefonszáma, hívjátok nyugodtan Csabit. Köszönjük a figyelmet, hétfőn reggel jövünk. Sziasztok! Sziasztok!